Szóval újra, tehát a mai rendezvény nagynyelvi modellek és alkalmazásai ChatGPT és mesterséges intelligencia. Úgy állítottuk össze, hogy a nyelvészektől, a nyelvvel foglalkozó, a beszéddel foglalkozó mérnökökön át az ipari szereplőikig mindenki felszólaljon, és lehetőleg áttekintsük ezt a most nagyon-nagyon érdekes, nagyon izgalmas területet. A megnyitóra pedig a terület közismert tekintélyét, Lewandowski János professzorát kérem fel, aki a BME rektorhelyettese, kutatási rektorhelyettese. Köszönöm szépen, remélem hallható vagyok, és ahogyan a kinagyított felirat is tanúsítja, én is az egész műegyetem nevében mindenkit üdvözlök a nagynyelvi modellek és alkalmazásaik, azaz a ChatGPT és mesterséges intelligencia workshopon. Egy meglehetősen mozgalmas program előtt állunk, ahol a spektrum az a technológiai jellegű előadásoktól kezdve egészen a panelbeszélgetésig ível. Mindazonáltal egy ilyen megnyitónak mindössze az a szerepe, hogy kontextusba helyezze az eseményt. Éppen ezért én is rögtön meglehetős tudományos precizitással rögtön definiálni szeretném, hogy mi is az a ChatGPT. Méghozzá a ChatGPT az, amiről mindenki beszél. Nyilván ez egy meglehetősen pongyola definíció, hiszen ismerjük mögötte a technológiát, a neurális alapú prediktív algoritmusokat, illetve a megerősítéses tanulást emberi visszacsatolással, valamint a nagy nyelvi modelleket. És ez rögtön ki is jelöli az egyetemmel való kapcsolódást, hiszen az egyetem az kutatja, fejleszti, illetve kezeli ezeket a modelleket és ezeket az algoritmusokat. Ugyanakkor viszont, hogyha kilépünk a technológiai dimenzióból, a ChatGPT-nek számos jelentős implikációja van. A teljesség igénye nélkül csak néhányat emelnék itt ki, például hogyan kezeli a ChatGPT a tanulóhalmazban lévő irregularitásokat, azaz hogyan örökíti át az előítéleteket a válaszaiban, mennyire kerül veszélybe a kreativitás, vagy mennyire kerülnek veszélybe a munkahelyek, stb. Ezekre a jelenlegi válasz az, hogy nem tudjuk, hogy hova fog evolválódni ez a technológia. Ugyanakkor egy egyetem részéről a nem tudjuk, az nem egy korrekt válasz, hiszen a középkortól fogva az egyetemeknek a küldetése az, hogy a tudást az közvetítsék a társadalom felé. Ilyen értelemben az egyetemnek itt felelőssége van, főleg egy disruptív, mindent átforgató technológia esetén, olyan értelemben, hogy a kapcsolódó kutatáson, fejlesztésen és innováción túl a társadalmat föl kell készíteni, adaptálni kell a ChatGPT befogadására, az oktatásba ezt bele kell integrálni, illetve új csatornákat kell megnyitni a tudás felé, valamint a káros hatásokat minimalizálni kell. Ez persze nyilván egy olyan lista, amit sokkal könnyebb leírni sem, mint megvalósítani, és ebben az általánosabb kontextusban az egyetem igazából két ellentétes igény között örlődik. Egyrészt vannak a piaci szereplők, az ipari és gazdasági szereplők, ahol a jelszó az, hogy minél több mesterséges intelligencia, annál jobb, hiszen ők a termelési folyamat optimalizálásában érdekeltek, amelyhez mesterséges intelligencia és a hozzá kapcsolódó szaktudás kell. Ugyanakkor a másik oldalon ott vannak az etikai és társadalmi kihívások. Vajon mennyire tesz bennünket kreatívvá ChatGPT, vagy intellektuálisan esetleg ellustulunk, hogyan lehet a képességeket hatékonyan kibontakoztatni, és mi a helyzet a plágiummal. Nyilván a kulcskérdés az, hogy az egyetem az hogyan pozícionálja magát ebben az egymásnak ellentmondó erőtérben. És ennek az alapvetése mindenképpen az, hogy a ChatGPT az nem kizárandó, hanem integrálandó, és erre két ok motivál bennünket. Egyrészt a ChatGPT kizárásával az egyetemi küldetést hazudtolnánk meg, hiszen nekünk olyan technológiákat kell kutatni, fejleszteni, illetve olyan területeken innoválni, ami a gazdaság versenyképességét növeli. Másrészt, a másik érvelés egy kicsit homályosabb, de sajnos nagyobb valid érvelés, hogy a ChatGPT hasonló a fegyverkezési hajszához,
nem tudjuk, hogy hova fut ki, de aki kimarad belőle, az lemarad. Ilyen értelemben mindenképpen csinálni kell. És ahhoz, hogy a műegyetem ezt hatékonyan művelje, ahhoz ki kell bővíteni az oktatói és kutatói derékhatát. Én most fényképek szintjén bemutatnék néhány új oktatót a műegyetemen. Olyan értelemben, hogy a ChatGPT alkalmas arra, hogy bizonyos szinten mentorálni tudjon diákokat, lehetővé teszi a struktúrált, rendezett adathozzáférést, illetve ezáltal még jobban kibontakoztatja az úgynevezett learning experience, tehát a tanulási tapasztalást, vagy a tanulási élményt. Kutatási szintjén viszont nagyon fontos a nagy nyelvi modelleknek a magyar nyelvi adaptációja, illetve az úgynevezett szaktudományosítása a ChatGPT-nek. Ez alatt azt értem, hogy egy szűkebb, de jóval nagyobb adathalmazon, ha tanítjuk a ChatGPT-t, akkor az adott tudományterületen még hitelesebb válaszokat kapunk. Illetve a prompt engineeringben rejlő lehetőségeknek a kihasználása. És ha mindezek a komponensek a helyükre kerülnek, akkor igazából lehetőségünk van egy chat BMI rendszer fölállítására, ami természetesen csak játék a szavakkal, hiszen nem egy szoftver termékről van szó, hanem a chatbot technológiának az integrálásáról az egyetemi folyamatokba. Mindazonáltal ezt óvatosan kell tennünk. Ugye óvatosságra int például az a nyílt levél, amit számos inventor és tudós jegyzett, aminek az egyik fő állítása az, hogy a mesterséges intelligencia az emberihez hasonló intelligencia esetén hatalmas kockázatot jelent a társadalom és emberiség számára. Nyilván ez egy nagyon sommás állítás, és nagyon sok pro és kontra érv kapcsolódik ehhez az állításhoz. Sokan például megkérdőjelezik azt, hogy itt valóban az emberihez hasonló intelligenciáról van szó, hiszen a ChatGPT csak egy eszköz, amely hatékonyan tud mondatok végét megjósolni a prediktív modell alapján. Ilyen értelemben ez még teljesen távol van az emberi intelligenciától. Mindazonáltal két dolog az, ami alátámasztja ezt az aggodalmat, méghozzá az egyik a mesterséges intelligencia cégeknek a kontrollálatlan versenye. Itt a Time magazin állította össze kronológiai sorrendbe ezeket a szédületes sebességű kibocsátásokat. A másik pedig az antropomorfizáció, olyan értelemben, hogy mikor olyan eszközzel találkozunk, amik limitált módon, de mégis bizonyos emberi képességeket imitálnak, például képesek társalogni, akkor hajlamosak vagyunk erre az emberi személyiség teljes komplexitását rávetíteni. Márpedig a ChatGPT az nem egy lelki társ, az nem egy terapeuta, az nem egy jó barát, hanem a ChatGPT, az ChatGPT. Úgyhogy ezzel a második tartalmas állítással szeretném majd konkludálni az előadást, és igazából a teátrális állítás mögött az húzódik meg, hogy a ChatGPT-t minél jobban meg kell ismernünk, olyan alkalmazásokat kell találnunk, amelyek az emberi életminőséget ténylegesen javítják, és ebben ez a workshop is talán előrelépés, illetve ebben segít a műegyetemnek a teljes mesterséges intelligencia ökoszisztémája. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet! Üdvözlök mindenkit! Köszönöm ezt a megtisztelő meghívást. Kicsit megilletődötten állok itt, úgyis, mint hát egy kicsit elfajzott bölcsész. Nem is számítottam ekkora közönségre is. Hát én is azzal kezdeném, hogy mi az a ChatGPT, amiről nem fogok beszélni, és nem állom meg, hogy egy kicsit nyelvészkedjek, hát azért vegyük észre, a ChatGPT az ugye egy tulajdonnév. És igazából a népszerűségét mi sem jelzi, hogy átment köznévbe. Tehát rektor helyettes úr nagyon jól előkészítette nekem a terepet, hiszen gyakorlatilag most én nem arról fogok beszélni, hogy az OpenAI,
ha szabad kiejtenem, az OpenAI által fejlesztett szolgáltatást akarnánk reprodukálni, ugye úgy szőröstől bőröstül, ami a ChatGPT. Itt inkább a ChatGPT-t úgy veszem köznapi értelemben, hogy olyan okos, intelligens, rugalmas, alkalmazkodókész, készséges rendszert előállítani nagy nyelvi modellekből. És tulajdonképpen három dologra szeretnék fókuszálni. Az egyik az, hogy hogy is állt elő ez a ChatGPT, tehát hogy hogyan jutottunk el már néhány éve bevezetett szöveggenerátorból, ami a GPT-3, mondjuk, ha már tartjuk, a társalkodó asszisztenség a ChatGPT-ig. Tehát mit jelent az, hogy ChatGPT-t csinálni? Milyen feladatok vannak? Utána pedig beszámolnék a kutatóközpontunk nevéhez kapcsolódó magyar GPT modellek fejlesztéséről, és egyben ez egy premier is lesz, mert első alkalommal nyilvánosan bemutatok egy rendszert, ami hát abban az értelemben state of the art, hogy ezen az úton, hogy szöveggenerátortól GPT Free-től a ChatGPT-ig vezető úton már megtettük az első lépést, és ezt itt fogom bemutatni, és ezek után beszélnék a tervekről, erről a bizonyos tervezett magyar ChatGPT-ről, kihívások és esélyek alatt, de erősen támaszkodom az utánam jövő Gyíres Tóth Bálint előadására, aki mindennek a technikai, technológiai hátteréről tesz majd említést. Tehát, mint tudjuk, csak gyorsan ismétlem, a GPT, Generative Pre-trained Transformer Model, és a Transformer modellek viharos hódításához tartozik. A tanulási feladat, amivel foglalkozik, tehát a következő szó megjóslása, de ezt talán nem tudják elegen, hogy nem ez az egyetlen tudás, amit szerez. Tudnilik, nem csak azt tanulja meg, ami a felszínen a feladat, hanem időközben egy óriási tömegű korpuszt mondatról mondatra szétszed, és a szavak közötti relációt is megtanulja. Tehát a tudásának egyik forrása az éppenséggel ez a bizonyos figyelmi mechanizmus. Meghökkentő nyelvtudással rendelkezik. Mi hát nyelvészként csak ámulunk, és hát honnan? Ebből a bizonyos figyelmi mechanizmusból szedi, nem véletlen, hogy a 2017-es klasszikus cikk, ami bevezette a Transformer modelleket, nek a címe Attention is all you need. Tehát, hogy ezek a nyelvi relációk, a korpuszban lévő nyelvi relációk kiaknázása, ha úgy tetszik, persze a korpusz ugye emberek által létrehozott, jól formált mondatok, bekezdések, stb., azaz újra hasznosítása annak az emberi tudásnak, ami a fejünkben van. No de, azt, hogy miről beszéljen nekünk, tehát, hogy azt a feladatot, ami a tanító feladat, ahogy elkészül a modell, ezt már önmagában is hasznosnak tartjuk, de ahhoz, hogy elérjük, hogy ne csak úgy elinduljon, és akkor saját maga kitaláljon mindenféle szöveget, hogy arról beszéljön, ami nekünk kell éppen, azt úgy kell kiügyeskedni. Ez az a bizonyos prompt programming, amiben ugye van akár egy zero shot learning, vagy amikor egyáltalán nem is adjuk meg, hogy mi a feladat, hanem ezt a bizonyos folytasd feladatot adjuk, vagy
egy példán szépen bemutatjuk, hogy mit szeretnénk elérni, és akkor így segítünk rajta, esetleg jóval több példa kell hozná. Hát említeném, hogy ugye ez a klasszikus feladat, amikor folytatni kell valamit, itt is megnyilvánul az, hogy minél sugalmazóbb az a bizonyos prompt, mint ahogy ugye ez, hogy én ugyan nem vagyok a család tagja, csak a vőlegény legjobb barátja, de engedjék meg, hogy. Ugye ez viszonylag magas labda a GPT-nek, mert ezt aztán ugye helyesen a tőlem telhető módon segítsem a párt, a többi, és megy, tölti ki azt az ablakot, ami meg van adva neki. És talán emlékszünk, hogy milyen örömmel fedeztük fel, amikor ilyen több rávezető prompttal felfedeztük, hogy jé, ismeri a híres embereket, mint kategória, és tudja folytatni, vagy pedig ugye asszociálja a várost az átfolyó folyóval, stb. De mégis nekünk kellett ilyen elég dedós módon csinálni, bár benne volt az a lehetőség is, amit itt mutatok, nem tudom mennyire olvasható. Itt ugye két példa van információ kinyerésre, ott a csúcsos zárójelben lévő dolgokat megtanítjuk neki, és aztán a harmadik alkalommal figyelem, tehát szabad szövegből felismeri, hogy mit, hova rakjon ez a slot kitöltés. Na de azért ugye ez mégse a ChatGPT feeling, elég nyögvenyelősen működik. Én azt mondanám, hogy a nyelvtudására óvatosan egy 4/5-öt adnék, a nyelvi viselkedésre, tehát hogy mit csináljon, miről beszéljen, hát arra inkább 2-es. És hát hamar felfigyeltek erre a problémára, ez az a bizonyos alignment kérdés, hogy tudnélik a felhasználók szándéka szerinti nyelvi viselkedés, ez nincs összhangban. A rendszer nem képes megfelelően igazodni a partner szándékaihoz, azaz instrukcióhoz, nem eléggé interaktív, nem elég önálló a feladat értelmezésében, ugye többször kell próbálkoznunk igazán, hogy akkor rájöjjön, és akkor úgy folytassa. És ami szintén egy probléma a ChatGPT-hez vezető úton, hogy nincs memóriája. Tehát az interakció előzményeihez sem fér hozzá, nem emlékszik rá. Ezek a bizonyos instrukciók, ezek a bizonyos szándékok, itt ha kinagyítjuk, akkor itt láthatók, hogy akár így összefoglalólag is jellemezhetjük őket. Ez egyébként egy olyan adatbázis, ami mostanában egyre nagyobb számban jelenik meg, hogy tudnélik, finomhangoljuk a GPT-3-at, hogy felismerjen ilyen instrukciókat, és jól reagáljon rá. Egyébként pedig ugye a GPT-3-ből a ChatGPT-t egy bizonyos InstructGPT modell alapján fejlesztették ki, amiben három szakasz van, a baloldali az nagyon sok emberi annotációt igényel, azaz egyszerűen fogtak embereket, akik gyártottak promptokat és válaszokat. Tizenvalahány ezer példával finomhangolták az eredeti GPT-3-at, utána pedig egy ilyen reward modellt építettek, ahol már ezzel a finomhangolt modellel generáltattak válaszokat, ezeket sorba rendezték megint emberi ítéletekkel, és utána jön ez, amit majd Bálint elmagyaráz, ez a harmadik szakasz, amikor ez a bizonyos reward modell ezzel a PPO modullal interaktívan egyre finomítja azt a tudást, amiből előáll a ChatGPT. Honnan tud magyarul? Hát
természetesen a tanítókorpuszból, ugye? Csak hogy figyeljük meg, hogy a GPT-3-nek a tanítókorpuszának döntő többsége, tehát 93%-a angol, de van még mellette, vagy majdnem 100 nyelv. A magyar elég előkelően a 19. helyen van, a maga 127 millió szavával, és az is a sejtésem, hogy és ez a Wikipédia, mert hogy ez a legnyilvánvaló forrás ilyen globális cégeknek, nem vacakolnak, begyűjtik a Wikipédiát, és akkor benne vannak a nyelvek. Na most gondoljuk el, tehát 127 millió szó alapján tud annyira magyarul, ahogy. Hát én ezt nem hiszem el. És itt egy nagyon, nagyon fontos dolog, a bizonyos nyelvi transfer tanulás, ami egész biztos megerősíti a rendszert a magyar tudásában. Itt működik valami, ami egy általánosabb nyelvi képességet és tudást nyelvfüggetlenül épít meg ebben a bizonyos vektortérben. Hát gondoljunk csak a Word2Vec-re, ami egy sokkal egyszerűbb modell, ott is nagyon működött az, hogy abba a vektortérbe, hogyha rávetítem a magyar vagy angol előállt vektorokat, nagyon közel állnak a hasonló jelentésűek. Hát a magyar GPT fejlesztésekről legutóbb a Magyar Tudomány ünnepe alkalmával novemberben adtunk számot. Ezért most a pirossal megjelölt új fejlesztésre irányítanám a figyelmet, ez az, amit már úgy nagyjából bejelentettem. Ez pedig a PulitGP Trio. Trio, mert háromnyelvű modellből építettük, ugyanazzal a méretű modellel, amire van kapacitásunk építeni, tehát 6,7 milliárd paraméteres GPT Neox modell, a Euletterai AI cég jóvoltából, 3 hónapon át, 400 ezer lépésben, egyszer ment végig a szövegen. A szöveg pedig hát elég tekintélyes, ahogy látják, 41 milliárd szó a tanítóanyag magyarul. Hasonló, egy kicsivel több az angol, de nem az az óriási dominancia, és a kínai. Na most akkor itt össze lehet vetni a 127 millió szót a 41 milliárddal, hogy itt igazából van mit keresnünk a honosításban, a magyar nyelvtudás megszilárdításában. És itt jelentem be, hogy időközben megszületett a Puli InstructGP Trio-nak nevezett modellünk. Ez már az előző modellnek a finom hangolásával keletkezett, méghozzá ennek a Stanford Alpaca adatbázisnak a felhasználásával. Semmi nem történt, igazából ez még egy nagyon nyers modell, mert ezt az angol nyelvű adatbázist úgy, ahogy van, finom hangolásként adtuk itt. Még bőven helye van fejlesztésnek, de már figyeljük meg, hogy arra a mondatra, hogy az Orán koncert az arénában volt tegnap este, és hogy milyen kérdéseket tud előállítani, arra, hát ha szabad felhívnám a figyelmet, hogy én azt vártam volna, ugye, hogy minden egyes mondatrész szépen iskolásan sorra vesz, mint ahogy el tudja magyarázni, és csinál hozzá kérdéseket. Ehhez képest rengeteg háttértudást tapasztalunk, ugye, hogy egy koncert például milyen volt a hangosítás, milyen volt a hangulat, milyen volt a közönség. Szóval egy csomó olyan kérdés, ami nem a mondathoz tartozik, de a fejünkben azért ez így van együtt, tudjuk az egyes
mondatokhoz, fogalmakhoz tartozó környezetet is, és ezt így remekül tudja, nekünk már az is élmény volt, hogy leáll egyszerűen, tehát hogy csak addig annyit csinál, itt most az volt a kérdés, hogy amennyit csak tud csináljon, de azt mondtuk, hogy egy kérdést tegyen fel, akkor szépen leáll, nem kitölti a 80 mondatot, stb. Tehát nagyon alkalmazkodóan. Hát ez a kutatóközpont demo oldalán szerény változatban kipróbálható, úgy, mint a puli elődje is. Nos, most pedig rátérnék a tervekre. Hát igazából most már előáll a dolog, egyszerű a helyzet, 1, 2, 3. Az első lépés az, egy nyilvánvaló gondolat az, hogy amit mi megcsináltunk most a pulival, ami végül is nagy, szilárd, robosztus korpuszra épül, de maga a rendszer viszonylag kicsi, ugye a 175 milliárdhoz mindenképpen. Tehát a feladat az, hogy választunk egy nagy nyelvmodellt, és tovább tanítjuk magyarra. Hát ami szóba jöhet, az például a képen látható a láma modell, amit a Meta nemrégiben adott közre, és elérhető, igaz bár csak kutatási használatra. És ebből magyar nyelvű instrukciós adatbázissal adatbázis szerkeszteni és finom hangolni a modellt. Tehát amit mi csináltunk, az még angol adatbázis volt, és ennek ellenére már jelentősen javult a viselkedése, tehát itt is működik ez a bizonyos nyelvi transfer, de nyilvánvalóan jobb, hogyha már maga a betanító adatbázis is magyar, hát itt még nagyon jó sok munka van hátra, és utána ezzel a bizonyos reinforcement learning with human feedback, tehát megerősítő tanulás emberi segédlettel tovább hangolni az InstraGPT modellt. Tehát látszólag ennyi az egész, de én a kihívások közé sorolom azért ezt mind megcsinálni. Hát szép feladat, és erre szövetkeztünk gyakorlatilag. Mik az esélyek méghozzá jobbak, mint volt régebben? Hát egyrészt úgy észleljük, hogy egy technológiai fordulat van itt készülődőben, mert hogy ma már az OpenAI vezetője is azt mondta, hogy vége ennek a teljesen, hát nem mondanám, hogy esztelen, de őrjítő méretnövelésnek, felskálázásnak, és egyre inkább úgy tűnik, hogy most már nem csak a méret számít, és itt utalnék erre a Parameter Efficient Fine Tuning technológiára, amit a Hugging Face, valamint a Low Rank Adaptation módszerre, mindkettőről Bálint fog majd beszélni. A következő összetevője a sikernek ugye az adat, és hát egyrészt ehhez rendelkezünk az említett 40 valahány milliárd szavas alap tanítókorpuszhoz, és egyre több ilyen finomhangoló adatkészlet jelenik meg, ami szóba jöhet. Az infrastruktúra jelenleg, ami rendelkezésünkre áll, az LKH jóvoltából, az egy 12 GPU, ilyen A100-as 80 GB-os GPU-ból álló klaszter, és hát nem kevésbé, végül, de nem utolsó sorban a csapat, amit itt büszkén és örömmel mutatok be, és hát nemrégiben megnyertük ennek a projektnek Gyires Tóth Bálintot és PhD-s kollégáit, PhD hallgató kollégáit, tehát egyesítve tudásunkat dolgozunk majd ezen. A távlatokat pedig ezzel a 4 képpel tudnám illusztrálni. Ugye ez az a bizonyos láma, alpaka és alul a vikunya, ezek mind technológiai modellek, illetve adatkészletek. És ahogy már novemberben is úgy fejeztem be az előadást, hogy milyen jó lenne, ha a puli a
Commodore-ral találkozna, a Commodore-t ugye nem kell bemutatnom, most már kezd működni is, tehát igazából ez adná meg nekünk a távlatokat, hogy kellően nagy és kellően okos modellt állítsunk elő. És ezzel köszönöm a figyelmet. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, Gyíres Tóth Bálint vagyok, és hát most egy picit a technikai meg technológiai háttérről beszélnék. Röviden, ugye itt a Témiten vagyok docens, mellette az Nvidia-nak vagyok oktatója és egyetemi kapcsolattartója. Az előadásom elsősorban a technika meg technológiai oldalról fogja megközelíteni Tamás által hivatkozott InstructGPT cikknek a fő pontjain mennék keresztül, illetve a végén beszélnék arról, hogy ezt hogyan tudjuk, hogyan tervezzük megvalósítani a magyar változatát. Ahhoz, hogy ugye egy chat képességekkel rendelkező nyelvi modellt létrehozzunk, három fő komponensre van szükségünk. Nagy nyelvi modellre, ugye erre LLM-ként is szoktunk hivatkozni, Large Language Model, egy úgynevezett jutalom modellre, Reward Estimatorra, és egy megerősítéses tanulásos tanítási technológiára. Itt nekem a korábbi tapasztalataimhoz úgy kapcsolódnak ezek, hogy megerősítéses tanulással az ilyen önvezetés témakörbe foglalkoztunk már jó ideje, illetve a nyelvi modellezés, az pedig ugye a szekvenciális adatok oldaláról kapcsolódok ebbe a témakörbe. Megemlíteném rögtön az adatbázis mennyiség, hogy hol mennyire van szükségünk. A nagy nyelvi modelleknél ugye az alapbetanításhoz óriási mennyiségű adatra van szükség, erre az előző előadásunkban már hallottunk számokat, illetve ennek a finom hangolására, ugye ilyen kérdezfelelek jelleggel, már egy sokkal kisebb adatbázis elegendő. Utána a jutalom modellhez egy még kisebb adatbázisra van szükség, majd ezekre egy picit részletesebben kitérek, és hát végül a megerősítéses tanulásnál pedig nekünk kézi címkézésre már nem lesz szükségünk, hanem ezeket a korábbi komponenseket használjuk fel, ami igazán hatékonyá tudja tenni ugye ezt a technikát. Ugye ez a sokat emlegetett ábra, és ennek az egyes komponensein menjünk végig. Tehát a legelső lépés az, hogy legyen egy nagy nyelvi modellünk, és a nagy nyelvi modellt kézzel, manuálisan készített promptokkal, és az arra való válaszokkal finom hangoljuk. Most először is nézzük a nagy nyelvi modellt. Tehát most még nem a finom hangolás, hanem hogy lesz nekünk nagy nyelvi modellünk. Ugye ez a Transformer architektúrából indul ki, 2017-es Attention is All You Need cikkbe definiálták, illetve ezt a OpenAI, ugye ez ilyen Next követő, ilyen autoregresszív modellezéssel tanította be óriási adatbázison. Először ugye GPT-1, GPT-2-nél a modellméret 1,5 milliárdra nőtt, majd GPT-3-nál 175 milliárd paraméterre rendelkezik a modellnek a legnagyobb változata. Ugye a GPT-4-be a multimodális megközelítést alkalmazták, amikor már többfajta médium is van a tanítóadatbázisban. Ezektől egy picit eltérő, vagy más dimenzió, ugye az InstructGPT, meg a ChatGPT, illetve hát majd fogunk látni jó pár további technológiát. Itt ugye ezeket a nagy nyelvi modelleket fogjuk finom hangolni emberi visszajelzések alapján. Ez a 175 milliárd azért mindig egy ilyen elgondolkodtató szám, mert ezzel a méretű számmal nem szoktunk találkozni, és ezt hát így én legjobban úgy tudom megfogni, hogy hány hangya kell ahhoz, hogy mondjuk az egyenlítőt körbeírjuk. Hát majdnem 175 milliárd hangya, az majdnem elég erre, hát nem teljesen, de hogyha ilyen hangyaláncot csinálunk, akkor az a 175 milliárd. Egy milliárddal a Balatont érjük körbe, hogyha az úgy könnyebben megfogjuk. De miért jó nekünk, hogy ilyen nagy modellünk legyen? Hát erre a Deep Learning erőtörvénye ad részben választ. Ez egy 2017-es empirikus kísérletek alapján kiadott megállapítás, ami azt mondja, hogy a hiba és az adatbázis mérete log-log kapcsolatban van egymással, tehát minél nagyobb adatbázist használunk, annál kisebb lesz a hibánk log-log kapcsolattal, és itt nyilván ehhez a modellünket is skáláznunk kell. A Transformer architektúra nagyon jól skálázódik, ami egy nagy előnye.
Viszont hát kérdés, hogy azért, hogy mondjuk itt éppen azt hiszem egy test perplexity-t látunk, tehát hogy a hiba mondjuk 4,5-ről 3-ra lemenjen, ahhoz érdemese mondjuk a kezdeti 864 millisekundum helyett nagyjából egy napig tanítanunk egy modellt, emiatt a hibacsökkenés miatt. A válasz az, hogy hát a hibacsökkenés miatt érdemese, az biztos, hogy a felhasználás, tehát a business use case-től függ, de emellett még számos további előnye is van a nagy modellek használatának. Ilyen például hát ugye a pontosság javul, de emellett az adathatékonyság is jobbá válik, erre mutat példát itt a jobb oldali ábra. Itt egy adott fix adatbázison betanítva különböző méretű modelleket, hogyha megnézzünk, akkor azt látjuk, hogy minél nagyobb a modell mérete, a kék az a legkisebb, piros a nagyobb, sárga még nagyobb, és a zöld a legnagyobb ezek közül. A zöld az 8,3 milliárd paraméterű modell, a kék az meg 350 millió paraméteres modell. Azt láthatjuk, hogy ugyanazzal az adattal tanítva a sokkal nagyobb modell, az ugye már a legelső epochban, tehát amikor először mutatjuk meg neki az egész adatbázist, akkor már egy olyan pontosságot ér el, amit a legkisebb modell az egész tanítás során nem bír elérni. Második epochba már ugye a második legnagyobb modellnél is jobb eredményt ér el, és így tovább. Ezt, hogyha így a hétköznapi életbe szeretnénk interpretálni, ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy mondjuk hányszor kell egy tanulónak elmondanunk az adott anyagot, milyen gyorsan érti meg. A legnagyobb modell az rögtön megérti, elég jól, a legkisebbek, ezek közül pedig azoknak sokszor el kell mondani, és akkor fogja bizonyos szintig megérteni. Hát ahhoz, hogy tanítsunk ilyen nagy modelleket, ehhez ugye számítási kapacitásra is van szükségünk. Nvidia az elsődleges szállítója ezeknek a rendszereknek, itt egy úgynevezett szuperpodot lehet látni. Itt egy ilyen arany szerverbe, ez ilyen aranyozott elejű szerver, 8 darab A100-as, vagy hát most már lassan H100-as GPU található, és hát ebből, ahogy látható itt, ilyen szépen fel lehet építeni egy nagy szuper számítógépet. Most pont ebbe a gépbe, amit itt látunk, ebbe 640 GPU van, ugye 16 torony tornyonként 5 darab szerver. Most ahhoz, hogy egy GPT-3-as, tehát egy 175 milliárdos modellt be tudjunk tanítani olyan naív megközelítéssel, tehát semmilyen optimalizálást nem veszünk figyelembe, az alapfelállással, 32 bites számábrázolással, az úgynevezett Adam Optimizerrel, amit legtöbbet használunk mély neuronhálókba, és tehát ilyen alapbeállításokkal nagyjából egy 5 terabájtnyi GPU RAM-ra van szükségünk, amit összesen hát mintegy 66-80 gigabájtos GPU-ra tudunk rátenni, és ugye akkor még az adat az sehol nincsen, tehát még az adatnak legalább kell hát 10-20-40 több GPU. Viszont az egy nagyon jó hír, hogy van ilyenünk. Tehát, hogy ezt már aki megteheti, és hát ugye látjuk a világban, hogy megtehetik, meg tudja ezt oldani, illetve hát Magyarországon is ugye hamarosan, vagy hát most már egyre inkább a kutatók kezébe is bekerül a Commodore használati lehetősége, ugye a Magyarország szuper számítógépe. A következő ábrán a nyelvi modelleknek egy timeline, egy nagyon-nagyon leegyszerűsített timeline-ját látjuk. Én kiemelném ezt a transformert architektúrát, ugye, amire hivatkoztunk, ez maga a technológia, de ez önmagában nem hozott state of the art áttörést, és utána a BERT hozott state of the art áttörést, ami igazából ennek a technológiának a skálázása volt több adattal és nagyobb modellmérettel, és ugye hát ennek a tovább skálázása a GPT-2, GPT-3 és miatt még rengeteg nyelvi modell van. Viszont a narancsra éra az, ami egy teljesen új paradigmát jelent a megközelítésben, vagy hát egy új paradigmát, és ugye ez, amit már az előző előadásunkban is hallottunk, akkor óriás milliárd paraméterű neurális hálózatot tanítunk, és ilyen kérdezfelelek jelleggel, tehát most már nem a klasszikus címkézéssel tanítjuk ezeket, amikor megvan az, hogy mondjuk entitásokat kinyerünk, és akkor mindegyik egy az egybe fel van címkézve, vagy pedig szentiment, és akkor ugye minden mondathoz van egy szentiment érték, hanem ez a társalgás jellegű prompt jellegű továbbtanítással, és hát ezzel me ugye lépkedünk az ilyen általános fundamentál modellek irányába, amiről még a mai napon később fog hallani.
Az általánosító képesség, hát nehéz megállapítani azt, hogy mit jelent az, hogy jobb az általánosító képesség egy ilyen modellnek. Hát ezt inkább szerintem tapasztalati úton mondja a szakma az, hogy jobb. Egyszerűen kevesebb prompt alapján tovább jut el egy ilyen modell, mint egy mondjuk egy milliárd alatti modellt, hogyha cél címkékkel tanítunk tovább. A számítás igényessége azért megvan, tehát ezeknek ugye nem csak a betanítás idején van nagy számítás igénye, hanem a futtatásnál is kell hoznunk egy olyan use case-t, hogy megérje ezeket futtatni, kiszolgálni, mögé tenni a gépjükat, mögé tenni az áramfogyasztást. Menjünk tovább, és akkor most ezt a második, harmadik lépést időre való tekintettel összevonnám, és talán ezt így egybe visszafele indulnék el benne. Tehát itt van egy reinforcement learning, egy megerősítéses tanulás alapú optimalizálás. Ez azt jelenti az ilyen reinforcement learning a nagyon leegyszerűsítve, hogy van nekünk egy állapotunk, most ez egy chat esetén az állapot az az, hogyha valaki beír egy promptot. Ezt egy vektorra átalakítjuk, és akkor ez az állapot. Erre nekünk az ágens az most a beszélgető robot, tehát egy nagy nyelvű modell, ad egy választ, ez az action a reinforcement learningből, a cselekvés, és ezt pedig mi kiértékeljük valami alapján, hogy milyen jó volt ez a cselekvés, milyen jó ez az action, és ezt visszacsatoljuk. Ez lehet egy negatív érték, hú, ez rossz volt, ne csináld ezt máskor, vagy egy pozitív, ez nagyon jó, ugye megerősítjük, így erősítjük meg. Na most ezt a megerősítést, hogy mennyire jó egy cselekvés, vagy mennyire nem, egy önvezető autónál relatív könnyű, lemente az útról, nem ment le az útról, kalambolozott-e. Viszont egy chatnél ugye nehéz megmondanunk azt, hogy mennyire volt jó egy prompt. Ezt ugye egy képletben, hogy írjuk le azt, hogy mennyire volt. Nyilván van entrópiát számítunk, hibát számítunk, loss számítunk, minden. De viszont itt a megközelítés, az újdonság, itt a OpenAI megoldásában, az, hogy magát ezt a jutalmat, ezt a rewardot, ezt nem kézzel definiáljuk, hanem gyűjtünk adatokat az emberektől, és egy másik neuronhálót betanítunk arra, hogy mennyire jó az a válasz, amit az adott nyelvmodell ad. Tehát itt ami történik, tehát ez volt ugye a reinforcement learning, maga ez a visszacsatolás, és az, hogy mi alapján minősítjük, hogy a nyelvi modell mennyire jó választ adott, azt egy másik tanításra, itt a step 2-be úgy végezzük el, hogy gyűjtünk generált szövegeket adott prompthoz, ugye van egy adott promptunk, és akkor a nyelvi modellünk különböző beállításokkal, hiperparaméterekkel generál nekünk több választ, és ezt a kézi címkézők sorrendbe állítják, melyik volt a jó, melyik volt a még jobb, és melyik volt a legrosszabb. Ezt betanítjuk egy nyelvi modellnek. Itt egyébként hasonló nyelvi modell van, amit betanítunk erre a preferenciára, mint itt a cikk alapján egyébként itt ugye a társalgáshoz a legnagyobb 175 milliárdos nyelvi modellt használják, a reward becslése meg egy 7 milliárdos nyelvi modell. A tanítás így volt stabil a tapasztalat alapján, és hát majd mi is ezeket a paradigmákat követjük. Tehát akkor ugye van a kiindulási nyelvi modellünk, azt finom hangoljuk promptokkal, majd itt a reinforcement learning loopba tovább tanítjuk, úgy, hogy a kiértékelés, tehát hogy mennyire jó egy generált szöveg, azt is egy neurális hálózat végzi. Hát itt még tovább lehet menni a részletekbe, és talán a időre való tekintettel ebbe már nem megyek bele, de itt például olyanokra kell figyelni, hogy nehogy a reinforcement learning algoritmus rá találjon egy olyan ilyen kiskaput, hogy ő optimalizál a reward modellre, de valójában az emberek számára használhatatlan lesz. Például nem angolul beszél tovább, hanem ilyen karaktersorozatokkal bekódolja a mondandóját, és tök jól elbeszélget magával. Ezt valósítja meg az, hogy itt referencia modellként az eredeti modellt is bent tartjuk a tanítás során, nem csak ezt a reinforcement learningbe tovább tanított modellt, hanem megmarad a referencia modell, ami ugye a legelső lépésben alakítottunk ki a promptokkal, és attól paraméter alapján engedjük egy KL divergencia számításra, hogy mennyire mehetünk el, vagy nem. És hát ennek az eredményessége, ez az ábra mutatja, ez egy eléggé bonyolult ábra, amit látni kell itt, ez a preferencia a 175 milliárdos ilyen promptokkal tovább tanított nagy nyelvi modellnél, a GPT-3-asnál, ugye az SFT 175B, az a promptokkal tovább tanított 175 milliárdos háló.
És itt mondjuk, hogyha megnézzük ezt a vonalat, ugye az 50% az azt jelenti, hogy hát, nagyjából nem tudták eldönteni a tesztalanyok, hogy melyik a jobb. És hát látjuk, hát igen, a zöld SFT, igen, 175 milliárdnál, itt ugye az X tengelyen a méret van, Y-on meg a preferencia, nem tudták eldönteni. Azt látjuk emellett, hogy a promptokkal nem tovább tanított esetben, ugye a GPT-3, tehát a kék, az mindig alatta van mindegyik ábrán a preferencia 50%-ánál, tehát az soha nem volt jobb, mint a promptokkal tovább tanított, illetve a PPO-val, tehát az ilyen reinforcement learning-gel tovább tanított módszer, az pedig hát a nagyobb modellek esetén mindig jobb volt, kisebb modelleknél itt volt, amikor nem volt jobb, de szinte minden más esetben jobban teljesített. Az adatbázis méretekre, amit használtak, csak nagyon röviden kitérve, a promptokat, ahogy az előző előadásban hallottunk, nagyjából egy 15 000 prompttal finomhangolták az eredeti modellt. Itt látjuk, hogy van kézi címkézés is, meg a customer, amikor ugye már a ügyfelek, tehát mi írjuk be a kérdéseket, válaszokat, oda tesszük a ilyen kezet, hogy tetszette vagy nem, hogy hát így segítjük az ő munkájukat, az ő bizniszüket. Akkor van ugye a reward modeling, amikor sorrendbe állítjuk, hogy milyen jó a predikció. Itt is látjuk, hát nagyjából egy ilyen 40 000-es adatbázis, illetve a PPO-nál, hogy milyen promptok alapján, mik azok a kérdések, amikre keressük a válaszokat, és amire a reinforcement learning megtanulja a legjobb választ. Az se lehet csak random mód választani, hát ezt a ügyfelektől gyűjtötték be, és arra optimalizálták. Az eszköztár, amivel dolgozhatunk, napról napra bővül. Óriási az ütem, a dinamika és a zaj is. Tehát nagyon szerintem az egyik fő kihívás, hogy megtalálni a ténylegesen jó eszközöket, mert mindenki be akar szállni, mindenki rá akar ülni a hajóra, és tényleg baromi jó, tehát a Meta AI-nak a láma modellje, akkor a Stanford Alpaca erre épít, akkor van a Red Pyjama, a Bloom nyelvi modell, a Vicuna, a Chameleon. Fontos azért mindegyiknél meghatározni, hogy ez melyik részét valósítja meg annak az egész megoldásnak, amit láttunk, tehát a nyelvi modell részét, a promptokkal való továbbtanítását, a chat jellegét, vagy akár még egy interfészt is ad hozzá, amivel használhatunk. És hát a fő lépéseket már az előző előadásban hallottuk, hogy a magyar ChatGPT mikre fog épülni, tehát a NTK Puli modellre, illetve a Meta AI Llama és ennek különböző változataira. Hugging Face és Deep Speed eszköztárt használunk. Kiindulásként igen, ez a 12 80 GB-os GPU-t használjuk fel, és itt, ahogy az előző előadásban is hallottuk, vannak már olyan technikák, ami lehetővé teszi, hogy nem kell nekünk 66 GPU csak a modellre. Ez például ez a low rank adaptation módszertan, amikor a súlymátrixok egy részét matrix dekompozícióval tömörítjük, és csak a dekomponált matrixokon futtatjuk a black propagation algoritmust, hogyha valaki ilyen technikai részletekre kíváncsi. A tanító adatbázisról is hallhattunk az előző előadásban, ez nagyjából egy 300 gigabájtos szövegállomány, és mellette az utasításokat egyrészt angol fordításban, ezeknek a kézi javításával, illetve a saját adatbázis építéssel, és a preferenciánál is a hasonló módszertan fogunk követni. És hát köszönöm szépen a figyelmet! Közben átadom a következő előadónak, Mihajlik Péternek a felszerelést, valahogyan. Ahogy látszik, a mesterséges intelligencia megpróbálta szabotálni ezt az előadássorozatot, és Péter egy baleset érte. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Van zakom, csak félváról veszem, és így leesik. Nyakkendőt még nem tudok kötni, de nézzük a pozitív oldalát. Sose volt még ilyen széles vállam. Halacikó helyett, te a mikrofon.
Akkor ezennel fel is kérem Mihajlik Pétert, tanszékünk. Szóval felkérem Mihajlik Pétert, tanszékünk tudományos főmunkatársát, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen, nagyon hálás témát kaptam. Mikor beszélhetünk végre magyarul a ChatGPT-hez? Ugye fontos tisztázni, hogy a hangsúly itt a beszéden van, mert az, hogy beszélgetünk a ChatGPT-vel, az eddig a gyakorlatban azt jelentette, hogy szorgosan gépelünk, én nem, természetesen jobb kezemről van szó, azt használom. Tehát a beszéd azért mégiscsak az a természetes interfész, és úgy szeretnénk társalogni a mesterséges intelligenciával, hogy egymással szoktunk. Tehát a cím az nem igazán jó, de még így sem jó, mert mikor beszélhetünk a mesterséges intelligenciához, bármikor, legfeljebb nem válaszol. Szóval. De van egy mérnöki megoldásunk is. Mi kell ahhoz, hogy a ChatGPT-vel hanggal természetes módon beszéljünk? Hát feldobunk egy beszédfelismerő, beszédszöveg átalakító dobozt, meg egy másikat, egy kimenetet, szöveget, hangálakító dobozt, és kész. Hát ezt meg is próbálom mutatni, hogy a tengeren túl milyen megoldást eszeltek ki erre. Egy kis türelmet kérünk, ahogy reméljük, hogy lesz hang. Kis türelmet kérek, mert tényleg nagyon érdekes. Palitól kaptam természetesen a videót, de nagyon tanulságos. Én próbáltam beágyazni a videót, de nem sikerült. Az ágyat se tudom, úgyhogy... Igen. Én szerintem, hogy mit érdez nekem? How about we try out the new restaurant that just opened up downtown? Or we could go to the park and have a picnic. Or maybe we could go see a movie or check out the museum exhibit that just opened. What sounds good to you, Riley? I kind of wanted to go to the sea for a while. I don't know, it's on the beach. What's the nearest beach? The nearest beach is probably Brighton Beach. It's a beautiful beach with a great boardwalk and lots of fun activities. Would you like me to find directions for us? Yeah, let's drive. I don't think there's plans on Saturday. Let me check your calendar, Harley. It looks like you don't have anything scheduled for Saturday yet, so we're free to hit the beach and soak up some sun. I can't wait. Thanks, Samantha. You're welcome, Harley. I'm always here to help you plan your adventures. No, hát, hogyha valaki látta a Her című filmet, ahol egy virtuális valaki beszeretből a főhős, hát most megfelelő előkészítéssel ezt a szerepet játszott el a ChatGPT, tehát amit láttunk, az ő OpenAI-nak a Whisper nevezető beszédfelismerője, a ChatGPT és egy text-to-speech-es specializált cég készítette a szintézist és a demót, és akkor nézzük meg, hogy mit tudunk mi. Szia, beszélsz magyarul? Igen, beszélek magyarul. Hogyan segíthetek? Képzeld, én most nem gépelek, hanem egy beszédfelismerő szoftver segítségével kommunikálok veled. Értem, az ilyen beszédfelismerő szoftverek valóban hasznosak lehetnek kommunikációra. Tudok segíteni valamiben? Szerintem is nagyon hasznosak. Remélem, jól érted, amit mondok. Igen, teljesen értem, amit mondasz. Az
igazán jó és hasznos eszközök sokat segíthetnek az embereknek a mindennapi életben. Köszönöm a válaszodat. Amit láttunk mind a két demonstráción, hogy azért van valami, az egyiknél a késleltetéseket éreztem az angolnál problémásnak, másiknál pedig ugye egy kicsit még esetlenebb volt maga a dialógus, nem annyira természetes, visszamegyünk, ezek voltak az összeállítások, tehát a legkönnyebb a Spistex beszédfelismerőjét volt leakasztani, és a kollégáimnak, itt van Zainkó Csabának a kezemunkája volt a beszédszintézis. Hát a kérdést azért most már tegyük fel rendesen, hogy mikor beszélgethetünk magyarul, és igazán természetes módon a ChatGPT-vel, és akkor rövid állasz, ugye az már egyszer elhangzott ma, hogy nem tudjuk. Hosszabban azért, hogyha össze akarjuk vetni például, hogy a beszédfelismerő, amit az angol rendszerben használtak, mennyi hanganyaggal lett tanítva, hogy ez 680 ezer óra, meg örülünk neki, hogy nagyjából 500 órányit sikerült összekaparni. Ugye látszik, hogy ahhoz, hogy magyarul jobban szóljon a rendszerhoz, sokkal több magyar tanítóadatra lesz szüksége, ez szerencsére folyamatban van. És hát az ennyire természetes, expresszív beszédszintézis, az egy tényleg nagy kihívás, erre is folyamatban vannak a kutatások. Ugyanakkor a zöld, a természetesség, hogy mennyire legyen emberi egy ilyen, mennyire lehet emberi egy ilyen dialógus, az már nem a magyartól függ igazán. Például, hogyha a késleltetések nagyon zavaróak, és hát azt gondolom, hogy ha valaki egy barátnőjéhez beszélne, és így körülbelül 5 másodpercenként kapna választ, akkor abban nem biztos, hogy hosszú távú kapcsolat lenne. Tehát a Whisperről tudni kell az OpenAI felismerőjéről, hogy egyáltalán nem streamelhető, tehát az egyben megkapja a hanganyagot, és amikor vége van a bemondásnak, akkor kezd el dolgozni. Tehát ez nem jó, ilyen szempontból mi szerencsésebb helyzetben vagyunk. Tehát mindenképpen nagyon fontos a gyors inferencia, a beszédfelismerő, a társalgó gép, meg a TTS esetén is. Akkor az, hogy adaptálódjon, hasonlóan viselkedjen, vagy a szituációhoz adaptálódjon maga a hang is, ez egyáltalán nem magától értetődő, és a ChatGPT ezzel nem tud mit kezdeni jelen fázisban, tehát ez egy külön feladat. Aztán ugye vannak olyan nagyon hosszú prontok, amikor a ChatGPT egy fél oldal dob vissza, azt nem akarjuk általában már meghallgatni szóban, és beleszólnánk a szavába. Ez meg lehet oldani, hogy akkor álljon le, de bele kell nyúlni a rendszerbe, hogy ameddig elmondta, azt visszakapja, és tudja, hogy csak arra építhet majd a következő prompt generálásánál. És ott vannak még a természetes beszédre annyira jellemző kis nüanszok, a kis nevetgélés, az őzés, stb. Ezek egyszerűen túlmutatnak már ezen a rendszeren. De hogy mikor lesz igazán természetes gépi beszélgetés, erre azért vannak pozitív jelek. Nagyon meglepő címmel találkoztam tavaly marseilli konferencián, a textless NLP. Az NLP az klasszikusan szöveg alapú szövegek feldolgozásáról szól, és ők ezt megpróbálják audio alapon végigvinni, hogy tudjuk, hogy a GPT az alapvetően semmi más nem csinál, mint hogy valamely prompt után generálja a következő tokent, aztán a következő tokent, aztán a következő tokent, és nagyon érdekes megközelítés, hogy audio alapon token generálás. És akkor itt mutatnám meg nagyon érdekes, hogy mire jutottak, tulajdonképpen ez még a ChatGPT előtt volt. Textless NLP-nél, tehát képzeljük el, hogy audio egységek vannak, szöveg egyáltalán nincs. Hi, my name is Dee, how are you? What's your name? Na most ez lenne a prompt, amivel inicializáljuk a dialógust,
és akkor megnézzük, hogy hogyan kéne folytatódnia. Hi, hi, my name is Dee. How are you? What's your name? My name's Sonia. Hi, Sonia. How are you today? You know what the topic is, right? Yeah, the business one. Right. Now what? És így tovább. És most az előző promptot kapta meg a rendszer, a kísérleti rendszer, a nemzetközi konzorcium érdemes lehet utána nézni, akit érdekel, és nézzük meg, hogy teljesen gépi, szövegmentes módon milyen beszélgetés folytatódik. Hi, hi, my name is Dee, how are you? What's your name? My name is Debbie. Debbie. Where are you calling from? Our Carolina, and it's about mm-hmm. age before, or right up. Mm-hmm. Yeah, people on a vigilantly care stand up. Oh, gosh, I'm glad. Yeah, but she has at least big talent here. Yeah. Aranyos spontán nevetés. Jó, tehát van reménykeltő kutatás. Azért kihívásokról nagyon picit érdemes beszélni, hogyha ezt a néhány milliárd tokent megpróbálnánk a hangra átfordítani, az alsó hangon 20 millió óra lenne, de a beszéd, ez sokkal-sokkal változatosabb. Ugye benne van a beszélő attitűdje, nem ekkora a stílusa. Tehát voltaképpen ezt még két nagyságrenddel fel kéne szorozni ahhoz, hogy elegendően változatos hanganyagból tanuljon a rendszer. Hát elég brutális. Vannak kezdemények, ez egy viszonylag korai kedvezmény a Microsofttól, a Vavelem az csak 90 ezer órán tanult, és nem régiben jött ki a Google a Universal Speech Modellel, amiben 12 millió óra beszéd van már. Úgyhogy ebből még komoly dolgok lesznek, de hogy mikor lesz, hát úgy, ahogy a szünetben ki lehet próbálni, de úgy, ahogy szeretnénk, hát azt még nem tudjuk. Köszönöm szépen a figyelmet. Szeretettel üdvözlök mindenkit újra itt a nagynyelvi modellek és ChatGPT és mesterséges intelligencia alkalmazások workshopunkon, ami a távközlés és mesterséges intelligencia programsorozatunk része. És mielőtt elkezdenénk a panelbeszélgetést, azért azt hadd mondjam el, hogy itt le kellett állítanunk a regisztrációt, mert a terem az megtelt már 4 nappal korábban, ez az egyik. A másik, meg tavaly a Magyar Tudomány ünnepén, novemberben volt az első ilyen rendezvényünk, annak apropóján, hogy a távközlés és a mesterséges intelligencia közös dolgait kezdjük el átbeszélni, és kiderült, hogy pont előző nap volt 120 éves születésnapja Kozma László professzornak, tanszékünk alapítójának, akinek a mellszobra itt a nagyterem előtt látható. Aztán az elmúlt alkalommal a Neumann János 120 éves évfordulóját ünnepeltük, a Neumann program keretében tartottuk az előadásunkat, és most is van egy ilyen csodálatos évforduló, 125 éve született Puskás öcsi. De nem az az öcsi, hanem a Tivadarnak az öccse, akit szintén Puskás Ferencnek hívnak egyébként, és ő volt a Hazai Telefonházat alapjának a lefektetője. A rövid sztorit, nem tudom, két oldalas rövid sztorit írt Baltos István a HTL honlapra. Javaslom mindenkinek, olvas el, mi minden kacifántos dolgon ment ő keresztül, hogy az első évben megjelentesse a 200 valahány előfizetőből álló telefonhálózat telefonkönyvét. És még egy csomó minden mást. Jó, úgyhogy... A másik HTE dolog, ugyanis itt ül körünkben Vágóhelyi Ferenc, a HTE elnöke. A másik HTE dolog ez az Info Communications Journal, aminek én minden ilyen alkalommal átadok egy példányát az egyik szerzőnek. Nem tudom, hogy Papp László tanár úr itt van még körünkben. Most pont nincs, de majd mindjárt lesz, és akkor újra átadom neki. De nagyon sokan szerepeltek a házatos és a távközlés tanszékről ebben a számban is. A folyóirat idéntől impactfaktoros, mindenkit buzdítok, hogy publikáljatok ide. Na és akkor, amire mindenki nagyon-nagyon várt, a mai alkalom egyik csúcspontja, csupa csúcspont ez a mai alkalom,
a panelbeszélgetés, ahol én nagyon érdekes kérdésekkel készültem, és ezeket fogom mindjárt felolvasni, hogyha magamtól nem jut is eszembe. A panelbeszélgetés tagjainak, Mérő Lászlónak, akit én bemutatnék, de talán nem is kell bemutatnunk. Nagyon-nagyon sok könyv és tudományos értekezés írója, az ELTE professzora. Az én egyik könyvemnek a ennek az észjárásoknak a szerzője. Ebben hallottam először a Gödel-tételről például, meg a mesterséges intelligenciáról is. A másik szereplőnk Vágóhelyi Ferenc, akit, ahogy mondtam, a többek között a HTE, Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesületünk elnöke, és az NHIT elnöke, és a NAV elnöke, és. Úgyhogy őt is nagyon-nagyon hosszan lehetne bemutatni. Ahogyan Sharaf Hassant is, aki a tanszékvezető, az AUT tanszéknek a vezetője, dékánunk. Új dékán van a villamoskaron, nem tudom, hogy hallották-e. Ő az új dékán is, meg az előző dékán is, tehát 100%-os, igen, 100%-os egyetértéssel szavazta meg őt a kari tanács, amihez nemrég történt, úgyhogy újra is gratulálok, és jó munkát kívánok hozzá. És különben van Gyilestúr Bálint is, aki tanszékünk docense, az előadását hallhattuk az imént. Ő a technikai hátteret, az aktuális műszaki hátterében van a leginkább otthon, azt hiszem, a panel köreiben. És akkor az első kérdésem, a panel az úgy fog zajlani, hogy én valamennyire modellálom a dolgokat, teszek fel kérdéseket, majd amikor úgy teszek, mintha kifutnék a kérdésekből, akkor egy-két kérdést a hallgatóságra is bíznék. Az első gondolat, amiben mennék, az az, hogy az előadásokban már szerepel, de mégis a paneltagjai mit gondolnak, hogy miben más a ChatGPT és a társai, miben adnak mást, akár kisebb körünkben, akár nagyobb körünkben, akár az egész emberiségben, az univerzum körében a világnak, mint amit az eddigi mesterséges intelligencia és alkalmazások adtak. Kinek adjam a vezetékes mikrofont először? Nehéz helyzetben vagyok, itt Mérő László mellett megszólalni, ez nem könnyű, de igyekszem. Hallottam egyszer egy előadást, azt mondták, hogy november és március között egy ilyen új ideszámítás kezdődött, így a 3-as, 4-es GPT-vel kapcsolatban. A mérnökök általában szeretik a realitásokat, és én a helyén szeretném kezelni ezt a dolgot. Ne ijedjünk meg, és ne engedjük, hogy a jogászok szabályozzák az életünket. Mi mondjuk nekik, mire van szükségünk, és ők segítsenek ennek a jogi értelmezésében. Egyszer ráfáztunk a szakértői rendszerek világában 90-es években, és mindig az volt a vita, a hiba történik, mindig a hibára mentünk rá, ki a felelős. És akkor ilyen formában lelassítottuk az egész fejlődés ilyen formában. Ezt még egyszer ne kövessük el, ezt a hibát, mert Amerika és Kína ezért előretör ezen a területen. Nekem annyiban más, hogy most más nyitottsággal állunk hozzá a kérdéskörhez. Az mesterséges intelligencia, mint ilyen, nem új keletű. Ugyanezzel a matematikai alapot használjuk, mint amit kutattak a matematikusok régebben. Most új kontextusba helyeztük, megvan a számítási kapacitás, itt a 1,5 milliárdos beszerzés, az előbb a Bálint mondott, ez az egyetemen ez szinte lehetetlen, de ez most részletkérdés. Megvan a számítási kapacitás a háttérben, és megvan az adat ahhoz, hogy tudjuk ezt a tanítást csinálni. Annyiban más most a helyzet, hogy ez mindenki számára elérhetővé vált, most ez 4-es, ez a 20 dolláros, beszéltünk róla, ez még kivizetható kategóriában még Magyarországon is. Mindenki számára elérhető ez a lehetőség, sőt a korlátozást is törölték, és innentől kezdve egy újabb lehetőségeket fog nyitni. Nekünk, mérnököknek nem az az oldala fog dominálni, hogy fölteszek neki 3 kérdést, és tegyen föl nekem ő 3 törri kérdést, hanem ebből, és most csúnya leszek, milyen üzleti modelleket tudunk felépíteni, milyen ötleteket fogunk megvalósítani, hogy ne vásároljuk ezeket az ötleteket külföldről, nyissuk meg a terepet a hallgatóinknak, hogy alkossanak, és a kreativitásuk tudjon dominálni itt a,
ilyen formában más a helyzet, mint eddig. Köszönöm. Tehát nekem az első gondolatom az volt, hogy akkor ilyen típusú kérdéseket tegyük fel a ChatGPT-nek, de nem akartam föltenni. Tehát nem akartam, hogy befolyásoljon a válaszomba. Így aztán a saját intelligenciám alapján próbálok válaszolni. Én amióta matematikával elkezdtem foglalkozni, azóta a mesterséges intelligenciának a számomra megjelenő definíciója folyamatosan változik. Tehát amikor először olvastam erről mondjuk középiskolában, akkor az volt, hogy a mesterséges intelligencia már a folyóírást el tudja olvasni, vagy megérti az embernek a beszédét. Ugye az IBM-nek voltak ilyen kutatásai már a 60-as évektől kezdve. Idősebbek emlékezhetnek még a Toshibára, ami az irányítószámokat ismerte föl, stb. Tehát akkor még ilyen típusú eszközöket, vagy megoldásokat próbáltak erre ráhúzni. Amikor egyetemre jártam, akkor az ELTE TTK-n ott mi gyakorlatilag predikátumkalkulus. Volt ilyen tárgyunk, és predikátumkalkulus volt a mesterséges intelligencia. Aztán egy online képzést elvégeztem ezen a MIT-X-en néhány évvel ezelőtt. Ott már kőkeményen lineáris módszerek, tehát a lineáris osztályozás, neurális hálók, a reinforced neural networks, a Markov láncok, ugye a nyelvi modelleknél, stb. És végig egészen játék elméleti szintig eljutva, ez volt most a mestersége. Ez az utolsó, amit a mesterséges intelligenciáról gondoltam, egészen egy évvel ezelőttig. Amikor pedig a ChatGPT az én viszonylag közeli és szűk horizonton fölé került, és nekem először az volt az érzésem, hogy ez abba különbözik az eddig ilyen típusú megoldásoktól, hogy amióta Turing megfogalmazta azt a kérdést, hogy hogyan tudom eldönteni, hogy intelligens valamivel beszélek-e vagy nem. Tehát, hogy a másik szobába ül, és akkor csak a válaszai, pusztán a válaszaiból döntsem ezt el. Ezekre egész jól képesek voltak a sima chatprogramok, programozható chatprogramok. 20-22 évvel ezelőtt, amikor ezek megjelentek, nekem orvosi végzettségű, bocsánat, hogyha a TTK-n az orvosokat is mérnöknek mondták, de humán, vagy nem műszaki végzettségű ember is írogatott ilyen programokat, és volt, hogy percekig nem vette észre a beszélgető partnere, hogy egy programmal, tehát egy chat programmal beszélget. Ez nem intelligencia. És az a különbség, hogy itt a modellt, ez az ismerősöm alkotta meg. És ez a különbség az adattárházakhoz képest is. Az adattárházakban is a modellt az ember alkotja meg, a mesterséges intelligencia, a deep learning módszereknél az ember egy döntést hoz, milyen adatot tanít, és a modellt a gép adja, megteszi, hogy milyen tanító algoritmust alkalmaz. Na, a modellt a gép rakja össze ehhez. És szerintem ez az óriási különbség. És ami a legnagyobb különbség, hogy ennek hype-ja van. Pont azért, amit a dékán úr mondott, mert elérhető. Mert úgy prezentálja a tudását, hogy ez nem kell előképzettség. És azt a benyomást adja, hogy amögött van tudás. Amögött olyan tudás van, mintha engem elküldenének egy idegen bolygóra, és az ottani civilizációnak a történelméről kéne beszélgetni a Google segítségével. Mindig tudnék valami adekvált választ adni erre. Úgy, hogy valójában annak a bolygónak a népéről és történelméről semmit nem ismernék. Nem akartam lehúzni a technológiát. Köszönöm. De hogy 20-22 évről van itt szó, hát jó, az én koromban te se leszel fiatalabb, de 50 évvel ezelőtt is az történt, hogy amikor elkészült az ELISA program, Weizenbaum 1967 vagy 8, ugyanígy elzárkoztak az emberek, és azt hitték, egy emberrel beszélnek. Elkészült a Perry program 70-ben, az ilyen pszichiáterrel való beszélgetés szimulált, bedőltek neki. Annyira, hogy kiküldte a Weizenbaumnak a titkárnője a főnökét, hogy bocs, most intim dolgokról beszélgetünk itt a doktor úrral. Aztán jött a fordulat, szóval, na, elgondolkodtam elég sokat azon, hogy mi az új tudás, és igazából az az érzésem, hogy nem matematikában és nem is műszaki megoldásokban van az új tudás, hanem mert abban alig látok valami újat. Szóval nem igen láttam én olyan algoritmust, bár olyan nagyon nem néztem bele, mert én
Én 40 évvel ezelőtt hagytam abba a mesterséges intelligencia kutatást, azóta történt ez az, de én nagyon nagy ötletet nem láttam. De valami új tudás mégis nagyon van. Az új tudás az, amiről nekünk fogalmunk se volt, hogy mondjuk egy algoritmus, amit kitaláltunk, hogyan működne 10 milliószor gyorsabb gépen. Ez annyit jelent például, hogyha mondjuk egy sakkprogram válaszol, mit te mondjuk havonta, vagy három havonta egyet lép, arról nem lehet megmondani, hogy most mennyire jó. Ha ugyanez az algoritmus 10 milliószor gyorsabb gépen fut, akkor fog válaszolni szorozatok és osszatok, mondjuk másodpercenként kettőt vagy hármat lépni fog. Na, azzal már lehet játszani, és kiderül, hogy döbbenetesen jó. Ez az új tudás. Tehát az az új tudás, hogy egy ilyen gyors gépeken mi az, ami működik, és hol mi működik. És az egy igazi műszaki disziplinává vált át a dolog, azban, hogy mi szokott működni, mikor mi. És egészen döbbenetes, hogy a válasz az, hogy szinte minden, amit kitaláltunk 50 évvel ezelőtt, az valahol megtalálta a helyét. Tehát minden működik valahol, és semmi sem működik mindenütt. Ettől lett egy igazi műszaki disziplína, tehát hogy mikor mi szokott működni, úgy kell szakszerűen hozzányúlni. És ez azért nagyon is új tudás akkor is, ha semmi új matek nincsen benne, és semmi új, mondjuk, konstrukció sincsen benne. Na hát nekem ez volt a fő benyomásom. Köszönöm, Bálint. Köszönöm szépen, én csak kicsit talán, nem tudom, technika oldalról, tehát én a technika oldalról 2008, azt hiszem, akkor írtam az első neurális hálómat, még Horváth Gábor tanár úrnál házi feladatként a neurális hálózatok tantárgyból, és hát akkor még egy ilyen, hogy mondjam, ott a sok machine learning technika közül az egyik ilyen, hát olyan félig elfeledett dolog volt, de valamiért tetszett nekem. Aztán rejtett Markov modellekkel foglalkoztam jó sok évig, és akkor 2013 körül ugye bejött a deep learning, és viszonylag az első közt, ugye 2008-tól kezdődött el a deep learning, de 2012-től indult el úgy igazán, és akkortól kutattunk benne a kollégákkal, tehát viszonylag hamar átállt az egész csoport a deep learning eszközökre, és mellett az oktatást is viszonylag hamar, talán 15-ben vagy 16-ban elkezdtük. És hát nagyon izgalmas évek voltak, mert tényleg az volt, hogy így mentünk előadást tartani, és amit elmúlt héten kiadtak a világba, azt így elmondtuk, és tök érdekes volt, mi is teljesen fel voltunk pörögve. És akkor ugye ez pár évig ment, és olyan 17-18-19 körül így egyre kevésebb eredmény jött. Mert olyan már nem voltak olyan áttörések, nem voltak paradigmaváltások, viszont elkezdődött egy iparosodás ennek az egész technológiának, tehát amikor ugye a hardware meg szoftver így utolérte azokat a tudományos novumokat, amiket közben időközben ugye kihoztak, és akkor ezt már tényleg nagyobb skálán lehetett alkalmazni. A hardware eszköztár is úgy viszonylag utolérte ezt, és skálázhatóvá vált. Ugye 2017-ben megjelent az Attention-os cikk, ugye a Transformerrel, és az tényleg úgy jól együttműködött a hardware-rel, hogy nagyobb modell, több adat, nagyobb gép, és akkor jobb lesz. És jelenleg minden, tehát nincs jelenleg olyan technológia, vagy legalábbis, vagy mondjam, inkább azt mondom, hogy egyetértek azokkal a szakemberekkel, akik azt mondják, hogy jelenleg a mesterséges intelligencia az ilyen, tényleg az erő domináló, több adat, nagyobb gép, nagyobb modell, jobb lesz. És ez magába hordozza azt, amit mérőtanár úr is mondott, hogy a számítás más skálán dolgozunk, és már a Moore törvényétől elszakadtunk, már gyorsabban nő a számítási kapacitás, mint a Moore törvénye, és ez, tehát ez a ChatGPT csak az első ilyen igazán vizibilis eredménye annak, hogy hova tartunk. Itt még sokkal izgalmasabb dolgok fognak jönni, ha csak abból indulunk ki, hogyha semmi újat nem találnak ki, tehát semmi paradigmaváltás nem lesz a machine learning, vagy AI, vagy hívjuk, ahogy szeretnénk, vagy statisztikai módszereken belül, csak annyi lesz, hogy több adatot gyűjtünk, lesznek nagyobb gépünk, biztos, hogy lesz több adatunk, lesz nagyobb gépünk, és a adott jelenleg is eszközkészlettel már ezeket meg tudjuk hajtani. Nem történt semmi újdonság a ChatGPT-nél se, csak ezeket felhasználták. Tehát ez még csak a legelső pont, és iszonyat érdekes dolgok jönnek. Köszönöm szépen. Mindjárt, nekem van sajátom így. A következő kérdésem az igazából az első kérdés. Általában akik használták a ChatGPT-t, és úgy elkapták az érzést,
akkor pár perc múlva megpróbálták megtrükközni, hogy mégiscsak milyen butaságokra lehet rávenni itt a mesterséges intelligenciát, meg hogy hát úgyse lesz, hogy semmire sem használható, meg nagyon butaságokat mond, meg ez mindent félrevezet, ilyesmi. Szóval, hogy mi mégiscsak okosabbak vagyunk, ugye ezt bizonyítjuk. És ez nekem a Megasztár első adásához hasonlít, amikor meghallgatjuk mindazokat a fals éneklőket, a Biki Csunájtól a satöbbiig, akik tutira rosszabbul énekelnek, mint mi. Ezzel úgy kicsit behúz minket az egész műsor, és végül meghallgatjuk a többieket is, akik már később sokkal-sokkal jobban énekelnek, mint mi. És én azt hiszem, hogy az emberiség nagy része az most még itt a Biki Csunájos résznél tart, és csak kuncog a mesterséges intelligencián. Egy pár ilyen példát hozzunk már, hogy ki mit tapasztalt az első évad tartalmából, amikor csak úgy játszott a mesterséges, milyen butaságok voltak. Aztán majd rámegyünk a komolyabb dolgokra is. Egy néhány példát mondjatok már, kérlek szépen. Bálint, kezdte. Hát én nem vagyok egy nagy ChatGPT felhasználó, tehát hogy ilyeneket keveset tudok. Tehát két gondolat ezzel kapcsolatban, az egyik az, hogy a AI rendszereket mindig szivatni próbálják az emberek, tehát mindig a radikális, tehát a szélsőségekkel próbálják tesztelni, és szerintem ez nagyon fontos, hogy edukálni is kell a usereket, és nem csak az, hogy tényleg mire ad rossz választ, hanem hogy hogyan kell jól használni. Nyilván most ez egy ChatGPT tesztelünk, de mondjuk egy önvezető autót is nem azzal kell kezdeni, hogy akkor menjünk el rallizni. Nem tudom, nevadai sivatagba. Tehát ez egy gondolat. A másik, amit nekem, inkább példát tudok, nem, tehát hogy amiben nekem segített, vagy lesz ilyen kérdés is, vagy ilyen, ja, akkor azt nem mondom, akkor amiben nem segített, az e-maileket nem írja meg helyet. Tehát annyira ilyen angolos udvariassággal írja meg az e-mailt, hogy azt rögtön kibukna, hogyha ezt elküldeném valakinek, hogyha azt lefordítom. Én inkább a szoftverfejlesztéssel játszottam vele, és tényleg ég is föld a 3-as és a 4-es között. A 4-es három területen próbáltam ki, egyik a specifikáció terén, hogy egy pár muníciót adtam neki, és generáljon nekem egy szoftver specifikációt. Ahhoz képest, hogy milyen butasságokat írtam be neki, ahhoz képest elég jól produkálta magát. Persze, ha az a kérdés, hogy lehet-e rávenni, hogy hülyeséget beszéljen, igen, itt ezért a prompt engineering ma szerepelt, ez egy külön fázist megér, az, hogy hogyan használjuk helyesen, ezért ez előtérbe került, ez a promptnak az írását. Prompt ez, amit kérésként beküldünk neki, és iszonyú méretű promptok kezdenek keletkezni a GitHubon, aki pásztázza ezeket, azért vannak eszméletlen jó promptok, amik fontosak, tehát az egyik terület a specifikáció, a másik a Copilot, most már te hallgatok, a Copilot X-et említik, most már ezek be vannak integrálva a fejlesztő környezetekben, és elég jó kódokat lehet vele tetszőleges nyelven, több nyelven tud beszélni, generálni, és a harmadik, ami nekem meglepő volt, az a teszt eseteknek a megírása, ha elég jól tesszük föl neki a promptot, akkor a teszt esetek is jók. Tehát a szoftverfejlesztésben elég jól tud muzsikálni a GPT, természetesen érzékeny, vannak még butaságok benne. Itt, amit jelzett a Bálint az előadásában, az ilyet vagy ilyet mondunk neki, segítsük neki, azért ne legyünk annyira rosszak, hogy ne segítsünk neki, tehát ha segítjük neki, ez nekünk ez a jövőben, ez megtérül, tehát ez a finomításban tudunk neki segíteni ilyen formában. Tehát, hogy az első része a tehetségkutatónak. Igen. Igen, nagyon sok ember arra szánta láthatólag a szabadidejének a jelentős részét, hogy valahogy hülyét csináljon a modellből. És ezek általában a 3.5-ös GPT modellre épültek, ezeknek a nagy része ki lehet javítva a 4-esbe. Viszont én elnézést kérek a hallgatóságtól, de nem tudom magam rávenni erre. Tehát tudom, hogy egy mesterséges intelligenciával kapcsolatban nem kéne, hogy erkölcsi agályaim legyenek, de egész egyszerűen azoknak az embereknek a munkáját, akik több évtizedes munkáját, ami csak az OpenAI-nál legalább egy évtizedes munkáját, azt többre becsülöm, mint hogy azt megpróbáljam összerakni egy különböző, ilyen triviális csapdákat, hogy különböző mértékegységekbe egymásra rakok, nem tudom, kockákat, és akkor megnézni azt, hogy tudja, hogy melyik a magasabb, meg nem tudom én, hogy különböző ilyen dolgokat. Ezekben nyilván bele lehet vinni, de nem feltétlenül van értelme. Azért néhány mókás dolog van, amit lehet erről olvasni, meg hallani,
hogy valaki beírja, hogy nem tudom, én megdögött a tehenem, most mit csináljak. És akkor ír neki egy teljes ezért, hogy hogy kéne akkor újraéleszteni, és a többi, ami nyilván egy teljes nonsensz, de próbál segíteni. Tehát, igen, tehát amúgy jó szendékú, igen, tehát az látszik, de én azt tudom mondani, hogy szerintem nem biztos, hogy ez egy kicsit olyan, mint hogyha egy kisgyerekből csinálnánk hülyékt. Egyrészt igen, de azért a kisgyereknél is nagyon jól látni azt, hogy mi az, amit kinő, és mi az, amit nem nő ki. Mert hát mondjuk, ha már ideültettetek egy ilyen vénembert, akkor én 50 évvel ezelőttről is tudok olyan mesét generáló programot, amely azt a mesét generálta, hogy Hangya Henry, vagy Varjú Vili, mit tudom, sötkérezett a folyóparton, Hangya Henrik oda ment, belecsúszott a folyóba, a gravitáció elsüllyedt. Ez volt a mese poénja. Hát ugyanis azt megtanították neki, hogy a gravitáció az, ami lehúzza a embereket. Na most, akinek van barátja, az van, aki kihúzza. Akinek van lába, az kihúszik. Na de a gravitációnak egyik sincs, legalábbis nem tudott róla. Hát akkor elsüllyed. Hiszen annak is ott kellett lennie, ha egyszer Hangya Henrik belecsúszott a folyóba. Na, szóval tulajdonképpen, amit mostanában beszivatjuk a ChatGPT-t, teljesen hasonlóak. Én is azt mondtam neki egy olyan pillanatban, amikor valami butaságot mondott, mint Lázár Ervinnek, a meseírónak a születési helyét rosszul tudta. Véletlenül tudtam, mert ugyanott született, mint Illyés Gyula, Rácegres pusztán. Kijavítottam, bocsánatot kért, azt válaszoltam neki erre, jó van, na tévedni emberi dolog. Mondta, hozzátette még annyit, hogy mondta a sündisznó, és lemászott a surroló keféről. Hát nem nevetett rajta, hanem elmagyarázta, hogy igen, ez is idézett Lázár Ervin egyik meséjéből, amely azt mondhatja, hogy az ember tanulni tud a tévedét. Szóval halálkomolyan és teljesen jóindulatúan válaszolt olyat, amit hát most egy humortalan ember mit mondjon erre. De nem is az a cél, hogy humorra legyen, azt majd máshonnan szedjük. Na, szóval persze, hogy mindig. Igazából én úgy látom, hogy az emberiség 5000 éves története nagyjából arról szól, hogy az emberiség egyik fele feltörhetetlen kódokat gyárt, a másik fele megfeltöri őket. Eddig még mind a kettő sikerült mindig. Most mind a kettőbe beszállt a mesterséges intelligencia is, mindkét oldalba. Ez ennyi történt, én úgy látom most, nem technikai oldalról. Köszönöm szépen, ezt most jól elszabadulhatták itt a vicces részét a dolognak, de valóban azért vagyunk itt, hogy két matematikus, két mérnök, valószínűleg erre a területre fókuszálva, mi az, ami rögvest megváltoztatja az életünket, az életünk bármely területét, a munkát, a tanulást, a mindennapi életünket, amiben, hogyha jól használjuk, ChatGPT-t és társait, néhány példát hozzunk már. A könnyű nevetés helyett mi az, amit igazán hasznos? Akkor most én jövök itt visszafelé. Hát, na, nagyon örülök például, hogy nálunk az ELTE-n, az ELTE-nek a bölcsészeti karain, ellentétben egy csomó másik egyetemmel, nagyon erős többségi vélemény lett az, hogy nem tiltjuk a ChatGPT használatát, hanem megpróbáljuk tanítani. Egyetlen egy dolog kötelező, hogy ha használtad, akkor írd oda, hogy használtad, és mire, és hogyan. Ez azért érdekes, mert egészen eredeti, szellemes módon használják, úgy, ahogy nekem eszembe se jutna esetleg. Minden esetre egy biztos, hogy átmenő eszéket tud írni legalábbis, vagy még jobbakat. Most én 10-ből eddig 10-szer megmondtam, hogy gép írta-e vagy sem, de ha ember is átvéselő, akkor már nem mondom meg. Tehát ezt kell megtanulni, hogy először, végül is nem mindegy, hogy megkérdezem apámat, aki szakember, vagy a bátyámat, vagy a barátnőmet, aki ért hozzá, vagy megkérdezem a ChatGPT-t, tulajdonképpen tök mindegy. Tehát így érdemes hozzáállni. Meg lehet tanítani, hogy használja az ember így hatékonyabban. Tehát magyarán másfajta eszékérdéseket kell feltennünk, és másra kell, hogy
kihegyezettek legyünk a válasznál, a válaszoknál. Én szerintem minőségi különbség van abban, hogy apámat, anyámat kérdezem meg, aki esetleg jól tudja azt a szakmát, de édesemről és édesapámról is jó véleményem vagyok, de egyikük se generálja le nekem a szöveget egyből. Ez szerintem egy fontos dolog, főleg ha oktatásról beszélünk, tehát ahol ugye be kell számolni valamilyen tudásról, viszont azzal teljesen egyetértek, hogy szerintem teljesen értelmetlen tiltani. Tehát ez bele fog épülni a kultúránkba, ezt használni fogjuk. Az okos ember ezzel együtt fog élni. Azt, hogy mi az oktatási rendszerbe mesterségesen megakadályozunk azt, hogy erre a készségre szert tegyenek a diákok, az szerintem a társadalom fejlődése elleni dolog. Nagyon nem irigylem a bölcsészettudományokat, oktatókat egyébként, mert szerintem az én szubjektív megítélésem szerint ők vannak nehezebb helyzetben a számonkérés tekintetében, bár ma még jobban ír kódokat, meg architektúrákat is jobban tervez a rendszer, de ott lesz az, ahol olyan outputokat generál, ami rögtön megnézi azt is, hogy ez az idézet, ez ne lehessen beazonosítani semmilyen olyan motorral, amelyik ilyen típusú hát szabálytalanságokat keres a diákok munkájába, és ez biztos, hogy egy nehéz dolog lesz. Én úgy kísérleteztem a rendszerrel, hogy megpróbáltam belőle új gondolatot kisajtolni. Tehát mondjuk nekem volt egy ötletem arra, hogy valamilyen adatvédelmi problémát például homobor fleképezésekkel megoldottam. Most ne menjünk bele, számelmélet. És megpróbáltam rávezetni, hogy jöjjön rá ő is, de nem mondtam el neki. Csak olyan dolgokat, amik enélkül is ismertek lehettek számára. És ontotta magából a formálisan jó, de valójában majdnem minden megoldásának az volt a baja, hogy mivel összesen ugye vagyunk, nem tudom, 8 milliárdan most, ugye ez kriptográfiailag nagyon kicsi sokaság, tehát ugye szivárványtáblát nagyon könnyű készíteni az összes ilyen adatvédelmi megoldásra, valami helyettesítő megoldást használok, és emiatt majdnem mindig általa javasolt megoldást ebbe beleütközött. Majd egyszer csak, amikor ebben mindig szembesítettem, mindig nagyon szépen tud bocsánatot kérni. Tehát akkor bocsánatot kért mindig. És a végén előjött a Private Set Intersection módszerrel, amelyik tulajdonképpen matematikai értelemben teljesen jó volt arra a problémára, amit föltettem neki. Mérnöki értelemben őrület volt, mert ez alapvetően arra találták ki, hogy két szereplő tudjon egymással úgy metszeteket egyeztetni, hogy egymás előtt föltárnák a halmazaik tartalmát. Egyébként több matematikai megvalósítás is van. A Covid idején nagyon népszerű lett, ugye a közelső proximity vizsgálatok miatt. Tehát ez tényleg egy nagyon fejlődő része a matematikának. És talált egy ilyen megoldást. Én a Private Set Intersection nem biztos, hogy nekem magamtól nem jutott volna eszembe. Viszont a homomorf megoldásaimra még csak el se indult ebbe az irányba. Tehát ez érdekes, hogy mit lehet tőle ma kapni, és mit nem lehet tőle kapni. De azért azt gondolom, hogy nem biztos, hogy annyira messze van az, hogy akár ebbe az irányba is elinduljon. Ezért egy konkrét esetet mondanék, most megnéztem a telefonomon. Engem megfogott benne a proaktivitást, amit most éppen a Microsoft, a Skype-on. Egyszer bekopog valaki, hey, itt vagyok, és ír egy szöveget angolul. Tudok neked segíteni, mondom, ez hülyeség, persze, cancel. Utána másnap, ez április 4-én, most nem politikai dátum, 3-án volt a angolul mondott valamit, vagy írt valamit, utána kopogott 4-én, és magyarul mondta, hogy üdvözlöm, én még tanulok, még tudsz nekem is segíteni, de én is segítek neked. Tehát ilyen nagyon udvarias szöveggel, és mondom, akkor játszok vele egy kicsit. Tehát ilyen most persze, lehet itt tegnap valaki a Facebookon azt írja, hogy rosszul írta ki a karnevét, lehet ilyenek vannak, tehát attól függ, hogy milyen forrásból vette elő. De lényeg az a proaktivitás, már itt van nálunk, és nem várja meg, hogy én ott megkeresem, és oda szólok neki. És nem régen voltam Balatonfüreden, ott a telephelyünkön, tartottam egy előadást, és akkor mondtam a közönségnek, generáljunk valami szöveget, és azt mondták, hogy azt kérdezzem, Balatonfüredről kérdezzek. Kérdeztem Balatonfüredről, és egy kérdés van egy hallgató, leendő hallgatónktól, ha én a szakdolgozatomat ezzel generálom, mi a helyzet? Mondom, ha ez és helyes lesz,
és azt mondod, hogy ez a forrásom, mint a bölcsészeknél, én nem vagyok jogász, még ezt ilyen formában mi is el tervezünk tiltani, a hallgatóink használják, főleg kód generálásra, az akkor itt jön a kihívás az oktatásban, hogy ezt hogyan tudjuk bevinni ilyen formában. Ami engem a technológiába fogott meg, ez az új megközelítés, amit a GPT követ. Most chattől egy kicsit eltekintve. A GPT most egy plugin formában kezd nőni. Születnek pluginok rá. Ezek a pluginok egy része fönt van a GitHubon. Itt az előbb a Pétertől hallottuk a beszéd, de hasonlóképpen van a Vision. Hát én rajzolok neki egy user interface, és azt mondom, generáld nekem ezt a kódot. Akár webre, akár mobilra, akár erre a technológiára. Ez fogott meg, tehát kezd egy ökoszisztéma épülni mellette. Engem emlékeztet ezekre a telefon, vagy ilyen applikációs sztórokra, mint ami a Google-ban, meg az Apple mögött történt, és akkor azt mondtuk, attól intelligens ez a, vagy ettől okos ez a telefon, hogy le tudok tölteni alkalmazást. Csak itt van egy új ökoszisztéma alakul, és még az újdonsága a matematikai megoldástól függetlenül, ezek új üzleti lehetőségeket nyitnak, és nekünk itt a Műegyetemen, tudom, sokáig bűn volt a Műegyetemen üzletről beszélni, mindig a hardcore-os technikáról beszéltünk. Mi emellett, hogy milyen gyors a tanító algoritmus, és hány százalékot is egy doktori értekezést lehet beadni, tanítsuk meg az embereket arra, hogy alkalmazott területen szenáriókat fejleszünk, és ezt startupként adjuk el a külvilág felé. Egy kicsit szakítsunk ezzel a kicsit ilyen dual hardcore-os szemlélettel, és nyissunk jobban az üzlet világában, és ez a GPT pluginolható megközelítése, ami most keletkezett, ez nagy lehetőségek nyit nekünk ebbe az irányba. Én nem csak az én, hanem hogy mondjam, a környezetben kollégák meg más szakmákban tapasztalat, az én azzal értek egyet, és azt látom, hogy ahol a valaminek a nyelvezete az viszonylag egyszerűbb logikát követ, mint az emberi sokszínűség, érzelmek, szarkazmus, nem tudom, bármi, tehát ami az emberi nyelv gazdasága benne van, ahol ez nincs meg, ott már most nagyon jók ezek. Az egyik ilyen a dékán úr által is említett programozási nyelvek, tehát van a Copilot, mellette még van az AWS-nek is, meg jó pár cégnek ilyen megoldása. Ezt szerintem, hogyha még, nem tudom, lehet azt kérni, hogy tegye fel a kezét, aki ilyen programozási eszközt használ már? Copilot, CodeWhisper, igen. Na hát, tehát aki nem használ még, én is, tök jó. Aki nem használ és programoz, azonnal. Tehát, hogy ezzel nem szabad várni, ezt tegnap kell feltenni. Minden, tehát olyan idő megtakarítást jelent, hogy az ember, ami ez a kis hülye rekérdezéseket írja meg, és akkor ott valamit elront, és akkor még egyszer megír, tehát beírom ugye promptként kommentbe, hogy mit csináljon, legenerálja a függvényt, azon egy picit így, hát ugyanúgy, mint egy dolgozatnak a beadása előtt, legenerálja a dolgozat szövegét, kicsit alakítok rajta, és akkor már működik, azaz átmegy a supervisornak a rostáján, átmegy a compileren, ugye. Tehát ezt már ma kell csinálni, és szerintem a Műegyetemen, hogyha tehát ezt nem minden hallgató és minden fejlesztő oktató csinálja, le fogunk maradni, és tehát ez egy muszáj. Igen. Emellett még nekem egyébként ahol segített, az ilyen nagyon egyszerű jogi szövegeknek a megkreálása, nem tudom, jön a felújítás, jönnek a munkás emberek, jó sok ideje benne vagyok ebbe, és akkor velük kell valami szerződést csinálni, megírtam, hogy mit csináljon, angolul megírta, lefordítottam, és sokkal egyszerűbb volt, mint sablonokat keresni a neten. De tehát, hogy ahol egyszerű, ez biztos, hogy egyre komplexebb lesz, és egyre inkább elmegyünk a minél összetettebb hátterű tartalmakhoz, de tényleg ahol én azt látom, hogy rögtön használni lehet az a kódolás, és hát itt nagyon fontos az, hogy tehát itt még van egy, de ezt nem tudom, hogy megint lesz ilyen kérdés, vagy nem, de egy olyan implikációja ezeknek az eszközöknek, most, hogyha csak maradjunk a kódolásnál, kódolás segítő eszközöknél, hogy jelenleg ehhez, ennek a futtatásához nagy GPU erőforrásra van szükség, nagy, tehát maga a nyelvi modell, vagy hát programozási kódi modell is nagy. Ez lokálisan jelenleg nem fut. Ehhez kell nekünk egy szerver kapcsolat. Szerver kapcsolathoz ugye kell internet kapcsolat. Az adatok világába nagyon sokszor, tehát az adatokat védjük ugye az internettől, nehogy bárki is megszerezze. Tehát az ilyen páncélajtók mögött van, akár pénzügyi intézeteknél, önvezetőssel foglalkozik, mindenhol. Na most, hogy lehet, tehát mi lesz a jövőben, amikor ugye a fejlesztés nagyon-nagyon segítik ezek az eszközök,
de internet nem lehet. Hát lehet, hogy lesznek majd lokális, ilyen private felhők, nem tudom, de ez egy tehát újabb és újabb termékek, meg vállalkozások várhatóak a jövőbe. Igen, igen, köszönöm. Én is találkoztam nemrég, mondta az egyik ismerősöm, aki a családtagom ismert, hogy a fiam. És ő is programoz, hogy volt egy matematikai probléma, amit még valamikor gimnáziumban adta fel nekük a Petibá, a fizika tanáruk, és egy játékelméleti probléma, és volt egy szabad hétvégéje, mit csinál, mégsem menjen ki a természetbe, hiszen informatikus lesz, úgyhogy programoz, ne, most még egyetemista, úgyhogy programoz, és akkor leírta ezt a programot, de voltak benne valamilyen hibákat dobott néha-néha, és hát nyilván azonnal debugolni akarta, bedobta a ChatGPT-ben, mi itt a probléma, nem tudta megmondani, mi a probléma, de azt meg tudta mondani, hogy mire való a program. Tehát szépen elmondta, hogy ez a program, ez ennek a megoldása akar lenni. Nem tudom, mivel a probléma, de volt benne, memory leak volt egyébként. A másik, amire szeretném felhívni a figyelmet, még egyszer, hogy ide publikáljunk, és itt emberek fogják bírálni a cikkeinket, mert én már kaptam láthatóan ChatGPT által bírált cikket, tehát bírálatot. Valakinek elküldtem, egyébként kínai szerző cikkét egy másik kínai kollégának, és visszajött 6 gyönyörű pontban szépen, hogy mik az apró problémák ezzel a cikkel. A mélyebb problémákban nem ment bele, de az ilyen nyelvi meg egyebekbe belement. És ugye felvetődik, hogy lehet, hogy a szerző is úgy íratta a cikket, nem tudom, de minden esetre ezek a dolgok, ezek szépen egymás ellen fognak szólni. Úgyhogy ezeket egyelőre kézzel kiszűrjük, vagy megpróbáljuk kiszűrni, de mégis ilyen veszélyek vannak, és most a veszélyekre térünk már rá egy picikét, hogy anélkül, hogy elvennénk itt mindenki életkedvét a szabadba való kijárástól, vagy a számítógép előtt üléstől, bármelyiktől, tehát hogy most mindenki tud néhány példát mondani, mi is mondjuk néhány példát, hogy milyen veszélyei lehetnek rövid vagy középtávon a nem megfelelő használatnak, nevezzük csak így. Jó? Ki szeretné kezdeni a megfélemlítést? Nehéz kérdés, nem akarom ezzel sokáig vinni az időnket, de muszáj ezzel valamit. Jó, te azt mondtad, hogy ne a jogászok szabályozzák a mérnököket. Te mondtad, igen. 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 Na most azért itt jogi kérdés. Itt az akadályozza sok helyen a mesterséges intelligencia használatát és elterjedését, hogy egy csomó minden nincs kodifikálva, ugyanis nem lehet olyan kalapácsot csinálni, amivel nem lehet embert fejbe verni. Ha van egy kalapácsod, azzal embert is fejbe lehet verni. Van egy késed, azzal le tudsz szúrni valakit. Csak bűncselekmény legyen, ez a lényeg. Na most, az még nem bűncselekmény, mondjuk, hogyha valaki egy olyan önvezető autót programoz, ami belekerül egy olyan helyzetbe, mondjuk, hogy kiszalad elé három hülye gyerek, ember már elütné, mert nem tehet mást. Az önvezető autó még megteheti, hogy neki vezeti a falnak az autót, és ezzel egyetlen ember hal meg, nem három gyerek. Hát, nem gyártanék ilyen autót egyelőre, mert ő kivenné meg. Miért vennénk ilyen autót? Nem is vennék ilyet, nem is programoznék ilyet, de elvileg azt mondom, hogy azért etikailag ezt kell tennie az autónak egy ilyen helyzetben. Na, tehát van egy csomó dolog, ami nincsen még, nem oldódott meg, és azért nem, mert lágyabb tudományok, mint a műszaki vagy a matematikai tudományok még nem oldották meg. Van etikai, ez például egy etikai dilemma, van jogi, tehát hogy ki a felelős, például, ha mondjuk nekem valamelyik könyvem alapján trenírozták a ChatGPT-t, és akaratlanul is idéz valamit tőlem, akkor most mi a helyzet? Ha ember csinálja, illik odaírni, hogy és akkor meg van oldva. Na de ő nem fogja odaírni, mert nem is tudja esetleg. Szóval van egy csomó ilyen, amit kodifikálni kell, és egyelőre nagyon nincs. Nem az első eset egyébként a tudományok, vagy a világ fejlődésébe. Mondok egy példát, ezt élvezni fogjátok, mert műszaki példa. Szóval például, mióta számítjuk az első ipari forradalmat, 1769 óta, amikor James Watt üzembe helyezte a gőzgépes szövőgépét, szövőgyárát. Na most az alaptalálmány már az 1690-es években megvolt. Például egy francia, egy Papin nevű francia
Na, nem a gőzgép a nagyszám, az már hieronlabdával megvolt a régi görögöknek is, hanem a dugattyús gőzgép, az nagy találmány volt. De még utána 71 néhány évig tartott, amíg gyakorlatba vették. Azért, mert nem volt olyan jogi formula, például, hogy KFT. Részvénytársaság ugyan volt, de az nem kezdővállalkozásoknak való, egyébként ma sem. Tehát kodifikálni kellett a KFT-t, hogy ne legyél korlátlanul felelős, ha esetleg felrobban a szövőgyár és egy csomó ember meghal, és meg kellett ismerni az embereknek, használatba kellett venni, ez tartott 70-80 évig. És ugyanez a helyzet most, tehát egy csomó minden kodifikálni kell, például, hogy bizonyos fajta hiányosságok, bűncselekmények legyenek. Tehát ha olyan AI-t tervezel például, aminek bizonyos kezelőszervei nincsenek, nem tudsz így vagy úgy beleavatkozni, az is bűncselekmény legyen. Hát én most a fő veszélynek, tehát amit talán most mondanék, az, amit már látunk. Tehát, hogy nagyon jól lehet használni emberek megtévesztésére. Tehát anélkül, hogy elmélyülnék egy adott témába, anélkül tudok olyan tartalmat gyártani, amivel egészen hitelesen tudok megtéveszteni embereket. Az, hogy egyébként ehhez mit használtam föl, hogy plágium gyanús-e a amúgy rossz szándékú anyagom, az egyébként igaz, tehát nyilván az is probléma, de ma erre használják. Tehát itt van a Schumacher eset, ugye, amit a sajtóban is hallhattunk, ugye, hogy megjelent a vele készült 10 év után az első interjú, stb. És a cikk belsejében derül ki az, hogy ezt mesterséges intelligencia gyártotta. Hát itt a mindenféle személyiségi jogoktól a fogyasztói védelmi kérdésekig mindenféle fölmerülhet. Másik az, hogy ami talán még riasztóbb, hogy amikor olyan dolgokat tesz az ilyen technológia, amire az alkotója se készült föl. Nem tudom megmondani ellenőrzött forrásból, hogy történt-e ilyen. De olvasni lehet róla. Tehát például az, hogy mesterséges intelligencia nem előre programozott módon beleütközött kapcsa gátba vagy akadályba, tehát hogy grafikusan kellett felismerni valamit, és ezért az egyik ügyfelével azt felismertette. És ő úgy jutott tovább. Na most ez viszont vérfagyasztó. Most arról már nem is akarok beszélni, ugye, hogy ugye az egyik munkahelyemben, a NAV-ban nagyon-nagyon erős, hát azért is vagyok ott, mert nagyon erős vagy szeretnénk nagyon erőssé tenni a kockázatkezelést. Tehát, hogy ne piszkáljuk a szerencsétlen gazdálkodókat, hagyjuk őket úgy élni normálisan, ahogy szeretnének, nézzük meg, hogy kockázatos-e, és akkor kérdezzünk, ha azok. Na most, ha valaki a mi kockázatelemzési módszereinket megtanítja egy ilyen mesterséges modellel, akkor át fog jutni a szűrőn az a gazdálkodó, aki ezt használja. Tehát úgy tudja a közterviselés alól kivonni magát, hogy nem lesz kockázata a lebukásának. Megsugom egyébként, hogy lesz, mert én személy szerint ragaszkodok hozzá, hogy legyen 6-8% valódi véletlen kiválasztás, amiért mindig a kollégáim tiltakoznak, mert ezek általában negatív eredményt hoznak. De egyszerűen muszáj feltartani a fenyegetettséget ott is. De bizony egy ilyen eszköz az erre is alkalmas. Tehát, és nem tudom, valójában én nem tudom, hogy ilyet alkalmaznak az ügyfelek. Tehát sokszor gondolkozom azon, hogy ha alkalmaznának, akkor én mit látnék? És az a baj, hogy még ezt sem nagyon tudom elképzelni. Én nem akarom már húzni az időt, már csúszásba vagyunk. És egy dolgot mondanék, én ezzel az órával mérem a vérnyomásomat, azzal kezdi, hogy ne változtassam a gyógyszeren, hála Istennek nem kell gyógyszert, de ne változtassak semmit, ne az alapján próbáljak ítéleteket hozni. Most ez a veszély ott van előttünk, hogy mindenkihez már jut az ChatGPT, ami önmagában jó
csak ha valaki hisz benne, és beleéli magát, és ennek alapján bizonyos egészségügyi, vagy egyéb döntéseket hoz, ez életveszélyes tud lenni. Az orvosok irtoznak a webdoktortól, szerintem ez még jobban fognak irtozni, a ChatGPT mit fog ajánlani. Ezekre érdemes valamilyen szinten úgy reagálni, tanítani az ember, az oktatás nagyon fontos. Nem azt tiltani az iskolában, nem létezik ilyen ChatGPT, hanem felhívni a figyelmet, hogy mivel jár, és mik a veszélyei. Ez szerintem ez kulcs elem az oktatásban. És azon túl, hogy abszolút egyetértek minden korábban velem előttem szólóval, azon gondolkoztam, hogy mit emeljek ki azok közül, amiket így technika, technológia, meg amihez nem értek jogi oldalról. Én azt emelném ki, hogy a negatív szingularitás a legnagyobb félelmem ezzel kapcsolatban. Ugye ebben a kontextusban a szingularitásnak azt hívjuk, hogy az AI és az emberi intelligencia, tehát az AI utoléri az embert. Én itt attól félek, hogy az ember fogja utolérni az AI-t. Hogyha megnézzük a korábbi éveket, internet, mit ígért nekünk, mindenki összekapcsolva, szuper tudás, nem tudom, mobiltelefon mindig ott van nálunk, és kereskedünk, összekap. Mi lett ebből? Ugye lassan a hasunkból nő ki két kis kéz, és akkor így azzal így pörgetjük a Instagram, vagy nem tudom, TikTok, vagy mi most a most nyilván nem itt jelenlévőkre mondom ezt, nyilván nem erről van szó, hanem hogy a nép mit csinál a nagy tömeg. És én ettől félek, hogy megint rosszul fogjuk használni ezt a technológiát, és óriási felelősségünk van, hogy ezt valahogy, ha picit is, de így tudjuk abba az irányba vinni, hogy ne a nagyon rossz irányba használjuk. Vagyis tehát a fölösleges irányba, vagy nem tudom, az időpocséklói irányba, de abszolút ezen túl még számos dolog is van. Köszönöm. Még egy utolsó kérdésem lesz, mert tényleg az időt azt kicsit túléptük, és aztán a paneltől lehet még kérdezni személyesen, még remélem, hogy a szünetben valamennyi ideig tudnak maradni, és aztán folytatjuk. Még a Tyrannosaurus Rex jutott eszembe, hogy lehet, hogy azért haltak ki, mert hogy ők is feltaláltak a mobiltelefont. A utolsó kérdésem, hogy mi az utolsó gondolatunk ebben a témában, hogyha egy jó tanácsot kellene adni itt a közönségnek, a közelben, távolban, aki hallgat, hogy mostanában mit csináljunk másképp, hogyan viszonyuljunk ehhez az új technológiához? Csak a gyorsaság miatt válaszolok először, GitHub Copilot és társai kódolást kezdjétek el használni, ha kódoltok, és kódolni fogtok, akkor használjátok majd. Én egy dolgot javaslok, a pluginok írásában legyünk az élen, itt főleg egy ilyen mérnöki egyetemen, minél több jó szándékú plugint írjunk, hogy jó alkalmazásokat tudjanak ráépíteni a fiatalok. Hát én nekem talán egy kevésbé mérnöki megfontolásom lenne. Gondoljunk abba bele, hogy ezek a rendkívül vonzó megoldások, ezek mind azt szolgálják, de a TikTok, a ChatGPT, a Facebook, stb., hogy Európán kívüli hatalmakat látunk el végtelen mennyiségű adattal a saját legbelsőbb dolgainkról. Engem ez az, ami nagyon elgondolkodtat, és miközben rettenetesen büszkék vagyunk a GDPR-ra. Köszönöm. Én meg arra hívnám föl a figyelmet, hogy ugyanaz a technológia kell ahhoz, hogy az állam a körmünkre nézzen, mint ahhoz, hogy mi az állam körmére nézzünk. Tehát mindegyik, ezért mondom, hogy a kódtörők és a kódfejtők versenye folytatódik, mind a két oldalba be fog szállni a mesterséges intelligencia, és egyetemisták, hál' Istennek, már koruknál fogva, G.B. Shaw mondta, hogy aki 20 éves korában legalább egy kicsit nem kommunista, annak nincs szíve, aki 30 éves korában is még az, annak nincs esze. Tehát 20 éves korban nyugodtan kezdjetek el mindenféle olyan, ugyanazt a technológiát a másik oldalra használni. Jó, köszönöm szépen, ez egy nagyon jó végszó volt. Köszönöm szépen vendégeinknek, Mérő Lászlónak, Vágóhely Ferencnek, Sáraf Hasszannak és Gyeres Tóth Bálintnak, és még az informatika tanárnak szeretnénk megköszönni, akik távolban streamelik az adásunkat, és a Spotnak, akik pedig fotóznak itt minket. Egy külön kérdést, hogy én szeretnék ezzel a szupercsapattal egy közös fotót, azt lehet, úgyhogy ide állnék egy közös fotót még. Felállnátok, legyetek szívesek. És akkor van-e fotós a teremben, és aztán kimegyünk 10 percre. Igen, igen.
Köszönöm. És még két szekciónk lesz, közte egy rövid szünettel. A következő szekcióban Bencúr András előadását fogjuk hallgatni. Ez a rendezvény ugyanis a BME és a MILAB közös rendezvénye, és a MILAB legújabb eredményeiről kértem, hogy beszéljen András. Úgyhogy András, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Aki ismer, azt tudja, hogy én nyelvtechnológiával már legalább 10 éve nem foglalkoztam, persze lehet, hogy majd fogok. Ez az előadás, itt felsoroltam néhány nevet, akik segítettek, Szegedi Egyetemről Farkas Ricsék, Orosz Gyuri, illetve Stakiból Kornai András, Ács Judit és diákjaik. Én vagyok a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium szakmai vezetője, ez egy 11 tagú kutatói konzorcium, az a cél, hogy összefogjuk az országban az ezzel kapcsolatos kutatásokat. 6 nagy alprojektünk van, amiből a 3-as a nyelvtechnológia, majd a többit is fogom említeni. Ugyan elsősorban ez a nap a nyelvtechnológiáról szól, de nagyon fontos lesz az alapkutatás, nagyon fontos lesz a biztonság, és azért fogok említeni egyéb alkalmazásokat is. És még amit nagyon fontos tudni, hogy a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Labor nem az egyetlen nemzeti labor, vannak itt még nagyon nagy játékosok. Ez egy régi kép sajnos a Nemzeti Laboratórium hálózatról, de annyit kell erről megnézni, hogy sok. Az NKFIH azóta se frissítette ezt a képet. És egy pár nevet itt bemutatok, tehát hogy néz ki ez a Mesterséges Intelligencia Kutatásfejlesztés kapcsolati rendszer. Tehát kezdjük arról az oldalról, ami a Nemzeti Laboron kívül van, ahonnan az adatok és bizonyos megoldások érkeznek, és ezen belül is a mai nap szempontjából legfontosabb az, hogy a nemzeti laboratóriumok között a feladatok ki vannak osztva, együttműködési megállapodásaink vannak, a Digitális Örökség Nemzeti Laboratóriumon belül folyik korpuszfejlesztés, nagy nyelvmodelltanítás, együttműködnek az OTP és Szambanova szerverrel, és ehhez hasonló együttműködéseink vannak más témákban, amit most csak érintőlegesen fogok említeni, az egészségbiztonság, kardiovaszkuláris tumorbiológia nemzeti laboratóriummal, illetve az autonóm rendszerek nemzeti laborral. A sötétkék doboz az, ami mi vagyunk, a technológián belül a nyelvtechnológia és a gépi látásérzékelés, az egésznek a miért működik, hogyan felügyeljük, hogyan garantáljuk a működését, az alapkutatás, illetve a biztonság alprojektjeink, és az alkalmazások egy része házon belül, egy része az említett nemzeti laboroknál, illetve itt elsősorban a szenzor IoT gyártás témában a hazai iparral, nagyvállalatokkal van nagyon erős kapcsolatunk és együttműködésünk, tehát a lánc úgy néz ki, hogy vannak külső partnerek, akiktől adatok, például nagy nyelvmodellek érkeznek, nálunk nagyon fontos rész az upstream taskok, tehát a nyelvmodell fölött például szabály és nyelvmodell kombináció, a miért működik, hogyan tehetjük, hogyan adhatunk működési garanciákat, illetve az alkalmazások és az ipari kapcsolat. A nyelvtechnológián belül a legfontosabb nemzeti laboros fejlesztés a 20PC, itt Orosz Gyurinak a kódbázisára kell gondolni, amiben nagyon sokan dolgoztak be a nemzeti laboron belül. Itt 4 különböző méretű nagy nyelvmodell pipeline-ból válogatva lehet összerakni olyan szoftverfejlesztői minőségű kódokat, amit a Spacey eszközrendszer kínál, és a GitHubon például megtalálható, hogy hogyan lehet nagyon rövid kódokkal összerakni olyan, tehát pár sorban olyan pipeline-okat, amelyekkel jól lehet szabályalapú nyelvfeldolgozást készíteni. Ez majd később fontos lesz, amikor a nagy nyelvmodellek problémáiról, például halucináció beszélünk. Például össze lehet rakni egy hangalapú kérdés megválaszoló rendszert a Spacey alapon, ami a Wikipédiából tud válaszolni, tehát megkérdezhetjük, hogy mikor tartottak először téli olimpiát, mikor volt az utolsó ókori olimpia, ezt a Wikipédia oldal alapján válaszolja meg, amiben az a
fontos, hogy, hogy mindig a tényadatokból dolgozik, tehát nem fordul elő a hallucináció, illetve nem kell újra tanítani egy nagy nyelvmodellt friss információhoz, tehát egy nagyon gyorsan frissíthető modell, és ehhez kapcsolódóan a nemzeti labor eredménye a Milka kérdésfelelet adatbázis, amiből több típusú kérdés és feladat található magyar nyelven, tehát használható kérdésfelletrendszer tanítására, illetve szintén használjuk a nagy nyelvmodell alapú pipeline-okat feladatorientált embergép dialógusokra, például időpontot foglalni egy naptárral összekötve, vagy a Minecraftban utasításokat adni egy segítőnek, tehát olyan speciális célokra, ahol valami akcióval van összekötve a beszélgetés. Alapkutatásban, amit keresünk, az egyrészt a költségpontosság trade-off, tehát mennyire nagy modellre van szükség bizonyos feladatokra, gyakran elég egy kisebb nyelvmodell, hogyan lehet az adatészséget csökkenteni, és hogyan lehet a környezeti információkat és elsősorban tudásgráfokat, knowledge gráfokat beépíteni a nyelvmodell rendszerek fölé a tényszerűség biztosítására. Egy olyan kísérletet hadd mutassak be, ami ugyan egy korábban, tehát már publikált, ezért még kisebb, régebbi nyelvmodellekkel működött. Itt elsősorban egy magyar nyelvű Hubertet hasonlítottak össze kollégáim a többnyelvű T5, tehát MT5 modellel, és különböző fajta trade-offok jelentek meg. Az összefoglalásnál a hírszövegek lead textjéhez méri a baloldali táblázata hasonlóságot, és itt az látszik, hogy a többnyelvű, tehát nem magyar specifikus modell sokkal jobban teljesített, hogyha most egy kicsit árnyaltabban nézzük egy kézi kiértékelésben, tehát négy aspektusból, hogy jó témáról beszél-e, tényszerű-e, hallucinál-e, illetve nyelvtanilag helyese, akkor már nem ennyire egyértelmű, bár az is látszik, hogy az MT5-ből csak a small és a base-zel, tehát a large-zal és a nagyon nagyjal már erőforrás hiányában nem foglalkoztak, pedig látszik, hogy ahogy nő a modell, javul a teljesítmény. Néhány példa, tehát mit jelent egy tényszerű tévedés, a hír arról szólt, hogy a nő bántalmazta a férfit, de automatikusan a modell úgy értelmezte, hogy ennek fordítva kellett történnie, tehát az összefoglalásban megcserélte, hogy ki volt a bántalmazó és a bántalmazott, és hát a legcukibb tévedés a hallucinációra, amikor Jenson Button lett a NATO főtitkár az MT5-ös modell szerint. További upstream task, aminél szintén néhány érdekes megfigyelést tettünk, oltás szkeptikus tartalmak keresése Twitterből, ez egyébként teljesen angol nyelvű volt, és például nagyon meglepő volt, hogy túltanulnak a nagy modellek, tehát a BERT large van legalul, a BERT small meg ott van valahol fölül. A legjobb az a COVID vakcina tweeten tovább tanított BERT modell volt, egyébként egy kicsit más a sorrend, ez a leglátványosabb, egy kicsit kevésbé látványos az oltás támogató modell sorrendje, tehát azért ezt nem kell készpénznek venni, hogy mindig a kis modell a jó, de nagyon érdekes volt, hogy itt ez történt. Egyébként amire kíváncsiak voltunk, az a hálózatok alkalmazása volt, és nagyon sokat tud segíteni, és itt szintén beágyazási módszert kell használni. A gráfok beágyazása egyenlőre még nem annyira attention alapú, hanem sokkal inkább a hagyományos word-to-vec alakú, bár tulajdonképpen mindegy, hogy a legenerált séták, mint mondatok, milyen modellbe kerülnek be. Egyébként van is egy Best Resource cikk díjat kapott együttműködés, amiben részt vettünk, ami különböző hálózatbeágyazási technológiákat hasonlít össze. Ezek nagyon sokat javítottak a nyelvmodellen felül, tehát sokkal pontosabb lett az oltás ellenesek detektálása. Például itt a témákra szét tudtuk bontani, itt különböző színek, különböző
típusú oltásellenes tematikákra, tehát aki emlékszik még az AstraZeneca, a vérrög, a kicsi gyerekeket be szabad-e oltani, és különböző ilyen specifikus témákat lehetett a beágyazáson belül megtalálni. A következő nagy kérdésünk, hogy miért működik, és most ez az ez a double descent, ami mindenkit nagyon izgat, aki a mélytanulás elméletével foglalkozik. Évekig azt tanítottam én és minden más kollégám is, hogy ahogy nő a modell méret, egy ideig javul a teljesítmény, és aztán fellép a túltanulása a zöld görbe. És a nyelvmodelleknél nem ez történt, hanem egy idő után újra elkezdett javulni, és ennek keressük az okát. Itt Belkinéknek egy nagyon híres cikke egy olyan magyarázat keresést indít el, miszerint a túlparaméterezett modell az nagyon nagy zajjal túltanulja a rendszert, de az erősen túlparaméterezett rendszer elkezdi kisimítani a modellt. Tehát egy idő után már nem az adatot tanulja a rendszer, hanem a kisimított modellt, és ebből a célból vizsgálták a stabilitásra függvénytérben, illetve a modellosztály bonyolultságának és generalizációs képességeinek a kapcsolatait, ahol nagyon sok, nagyon szép matematikai elmélet jelent meg. Itt remélem majd elérhető lesz a online a prezentáció, mert most úgysem tudom az összes vonatkozó cikket felsorolni. Egy további kérdés pedig, hogy mennyire bízhatunk ezekben a modellekben, milyen korlátai vannak. Nem olyan régi nem a Joshua, hanem a Serge Bengio-nak és társainak a cikke egy olyan lista, hogy mik azok a feladatok, amiket nem tudnak ezek a nagy modellek megcsinálni. Tehát nem tudják kombinálni a képfelismerést és a következtetést. Itt az lenne a feladat, hogy van egy pointer, ha jól emlékszem, a jobb felső sorok, ami azt mondja meg, hogy a másik három szám közül melyiket kell megmondani, és ezt a feladatot például nem tudják megtanulni, ha nem kapják meg az összes tanító példát, tehát az összes lehetséges jobb felső sorok és másik három szám példát, akkor nem tudják általánosítani a neuronhálók ezt a feladatot, illetve biztonsági problémákkal rendelkeznek. A szegedi kutatók Jelasics Márkék cikkében mutatják be, hogy hogyan lehet észrevétlen és teszterek által detektálhatatlan hátsó kapukat beépíteni egy neuronhálóba, egyszerűen a floating point aritmetika pontosságával való játékban, és ez elvezet odáig, hogy hogyan lehet validálni és verifikálni egy neuronhálón alapuló szoftverrendszert, mint szoftverrendszer nagyon nehezen megfogható egy neuronháló, és nagyon nehéz ebbe a hagyományos szoftver tesztelési módszertanba beilleszteni, nem is beszélve arra, amikor az önvezető autók, ami egy olyan jellegű fejlesztés és tesztelési soron kéne átmennie, mint egy repülőgépnek, ahol egyszer a szimulátoron belül is működnie kell, és utána még a hardvert is le kell tesztelni, és nagyon nagy mennyiségű komponens garanciának külön-külön meg kell felelnie. Tehát ez az, amit egyenlőre a neuronháló alapú rendszerek nem tudnak biztosítani. Ugye most úgy néznek ki a megoldások a mesterséges intelligencia és az ember együttműködésében, hogy a gépi tanulás az egy statisztikai alapú megoldás, a mesterséges intelligenciának ezt ki kell egészítenie szenzorokkal, beavatkozókkal és korlátozó szabályokkal, és hát a korlátozó szabály jelenleg az autó esetében az, hogy az ember kezének rajta kell lennie, és az ember felel, mondjuk egy nagyon nehéz tárgyakat mozgató, például egy autó hegesztő robot esetében pedig az ember hermetikusan el van zárva, és ha ember betévedne arra a területre, akkor azonnal az egész rendszernek le kell állnia. Szintén aktív kutatott témánk, hogy hogyan lehet a gépi tanulás eredményeit garanciákkal, szabályokkal kombinálni, például a modell prediktív kontroll esetében
egy gépi tanulás által adott kezdő megoldást hagyományos kontrollmódszerekkel szabályozni és közben garantálni, hogy megfelelő megoldást talál. Ugyanennek a nyelvtechnológiába kiterjesztett változata az, amivel itt a nyelvtechnológiai a projektünkben foglalkozunk, hogy hogyan lehet kiegészíteni egy nagy nyelvmodellt szabályokkal, szótárokkal, célfeladatokkal, célszoftverekkel, tudásgráfokkal. És hát ahol még nagyon nem látszik az az áttörés, amit a nagy nyelvmodellek a nyelvfeldolgozásban jelentenek, például egy egészségügyi probléma, itt minden probléma más, nincs egy közös módszer, amiből utána majd mindegyik orvosi képfeldolgozó feladat kivehető, és ugyanígy a gyártás, szenzorok, távközlés területén is minden probléma egyedi. Van, amire a neuronháló, van, amire nem is a neuronháló jelenleg a legjobb megoldás. Itt nagyon sok ezek a vállalatok logói, ezek a legfontosabb nemzeti labor együttműködő partnerek, mindegyik nagyon egyedi problémát hoz elő, itt is több publikáció majd az online verzióban megtekinthető. Tehát mi még a nyelvtechnológián kívül mindenképpen azt látjuk, hogy az a hagyományos leírás, hogy hogyan néz ki egy adatmodellezés projekt, mennyire fontos az adatok előkészítése, tisztítása, mennyire sok aprólékos lépés, és hát ami nagyon tanulságos, hogy egy adatelemzési projektnek az költség 50%-áig még el sem jutunk a gépi tanuláshoz, tehát az 50% után jön egy 5%-nyi gépi tanulás modellezés, és utána még megint 45% költség. Tehát tulajdonképpen ebben az értelemben egy nagy nyelvmodell az a középső 5%. Egy kicsit úgy érzem, hogy a nyelvmodellezés megváltoztatta ezt a képet, de a többi területen még nagyon ott tartunk, hogy nagyon kicsi magának a modellnek a szerepe. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm, András. Nagyon jó előadás volt. Köszönöm szépen. És mi pedig robogunk tovább, hogy úgy mondjam, hogyha eddig arról volt szó, hogy hogyan kérdezgetünk a ChatGPT-vel, hogyan beszélgetünk vele, vagy beszélünk, illetve milyen lehetőségeket ad, tovább is léphetünk az interfészekben, és a kommunikáció új módjairól beszélgessünk itt egy picit. Azért kértem fel Csapó Tamást, aki szintén a tanszékünk tudományos főmunkatársa, hogy erre mutasson egy kis tekintést. Az ő előadása után újra egy pici szünet következik, és rátérünk az ipari tapasztalatokra, ahol a Microsoft és sajnos a Google-ös előadó is elérte egyfajta betegség, úgyhogy sajnos ő kórházban van, de már kikerült, vagy volt, úgyhogy minden rendben vele, viszont innen is jó egészséget kívánunk, nem tud most előadni nekünk. És utána pedig a fiek előadását fogjuk meghallgatni, mit is csinál most mesterséges intelligencia tekintetében a műegyetem, milyen dolgokat találhatunk itt. Úgyhogy Tamás, átadom a szót. Sziasztok, köszöntök én is mindenkit, és köszönöm a bemutatást. Ahogy Pali is mondta, azt a feladatot kaptam, hogy egy kicsit a jövő beszédtechnológiájáról beszéljek. De legelőször a múltról, tehát itt a BME témiten a magyar nyelvű beszédtechnológiának körülbelül 40 éves múltja van, tehát már a 80-as években is készült magyar nyelvű beszédszintézis. Én magam egyébként körülbelül 15 évvel ezelőtt védtem meg a PhD-t, én is klasszikus beszédszintézis témakörből, tehát szöveget írunk a gépbe és emberi hangon felolvassa. Viszont az elmúlt 10 évben elkezdtem egy kicsit más területekkel foglalkozni, ami a beszéd közbeni artikuláció és az agyi jelnek a vizsgálata. Tehát az előadásom erre a három fő témakörre épít. Először az agy beszédszintézis témaköre, utána az, hogy az artikulációra vonatkozó információt hogyan érdemes ehhez hozzávenni, és végül a jövőbeli tervek, ahogy én látom.
Valamikor 2019-ben jelent meg ez a Nature cikk, Speech Synthesis from Neural Decoding of Spoken Sentences, és ez egy elég nagy áttörés volt itt a beszéd alapú brain-computer interfészek területén, mert hogy agyi jelből tudtak beszédet szintetizálni. Annak idején olvastam ezt a cikket, de akkor még nem érdekelt annyira, és azt hittem amúgy is, hogy nem különösebben fontos, úgyhogy úgy eltettem későbbre. És később viszont kiderült, hogy ez egész izgalmas terület. Tehát az agy számítógép interfészek területéről biztos, hogy mindenki hallott már, ez ennek is nagyon hosszú múltja van, tehát hogy milyen módon lehet a valamilyen agyi jel alapján irányítani a gépet, vagy bármilyen ehhez kapcsolódó ember-gép interfészt összerakni. És itt a beszéd brain-computer interfésznek, tehát az a célja, hogy valamilyen agyi információt, azt valamilyen módon felvesszük, rögzítjük, és abból beszédet tudjunk szintetizálni. Tehát mondjuk nyilván a hosszú távú cél az lenne, hogy akár gondolatokkal tudjunk valami ilyesmit csinálni, tehát csak rágondolok arra, hogy mit mondok ki, és akkor abból beszéd kimenet lesz, vagy esetleg némán artikulálok, és akkor abból beszéd kimenet lesz. És tehát az egyik ilyen irány, akik tényleg ezt elindítottak, a Berkeley Egyetemen lévő kollégák. De azóta az elmúlt pár évben rengetegen kezdtek el foglalkozni ezzel a témával, és általában azok a megoldások működnek jól, amikor valamilyen úgynevezett invazív módszerrel vizsgálják az agynak a működését. Ez azt jelenti, hogy általában epilepsziás betegeknél szokott az előfordulni, hogy elektródákat implantálnak az agyba, amiatt, hogy az epilepsziát próbálják vizsgálni, meggyógyítani. És ilyen esetekben ezeken a betegeken van lehetőség arra, hogy beszédfelvételek is készülnek, és akkor a beszédkutatók erre meg lecsapnak, és így készülnek ezek a beszédtechnológiai adatbázisok. Tehát van olyan, amikor ilyen viszonylag jó felbontású feltérképezés van az agyról, de olyan is van, amikor csak egy egészen kicsi területről van információ, és akkor ebből kell valami beszédhez kapcsolódó információt kibogozni. Az egész területnek tehát valami olyasmi a célja, hogy a bemenet az valamilyen agyi jel, van utána valamilyen gépi tanulás, deep learninges rendszer, ami a jelfeldolgozást végzi, és végül pedig beszédet szintetizálunk az egészből. Ez éppen a Maastrichti Egyetemen egy másik kutatócsoportnak a blokk diagramja. És az a probléma ezekkel az a megoldásokkal, hogy tényleg úgy a Nature cikkben is leírták, hogy ez nagyon jó, de valójában nem nagyon működik. Tehát konkrétan a Nature cikkes megoldás az arról szól, hogy az agyi aktivitáshoz sokkal jobb lenne, hogyha valamilyen beszéd artikulációra vonatkozó információt is hozzá lehetne tenni. Csak ugye az a gond, hogy azt a nyelv az ott bent van, tehát azt nehéz rögzíteni, nem nagyon tudjuk, hogy mi történik oda bent. Nyilván egy kamerával lehet azt nézni, hogy az ajkak hogyan mozognak, de az viszonylag kevés. Ők minden esetre ilyen indirekt módon megpróbáltak artikulációra vonatkozó információt hozzátenni ehhez a beszéd alapú brain-computer interface rendszerhez, és vannak is ebből szintetizált beszédminták, amit szeretnék megmutatni. Shipbuilding is a most fascinating process. Shipbuilding is a most fascinating process. Ugye az első volt az, amikor az agyi jel alapján szintetizálták a beszédet, a másik az pedig az eredeti bemondás, és ennél a beszédünk egyébként egész jól működik, tehát nagyjából úgy lehet érteni, hogy mit mond. Shipbuilding is a most fascinating process. Viszont nagyon beszélő függő az egész. Bright sunshine shimmers on the ocean. Bright sunshine shimmers on the ocean. És az adott mondattól is tudjuk, hogy megérhetett. Traction. Is the seesaw safe? Is the seesaw safe? Is the seesaw safe? És akkor egy nehezebb feladat következik. Is the seesaw safe? Itt ugye az történt, hogy a kísérleti rany csak némán artikulált, és akkor a néma artikuláció közben felvették az agyi jelet, és abból próbálnak beszédet szintetizálni. Tehát ami a konklúzió, hogy az ötlet az nagyon jó, de egyelőre nem nagyon működik a gyakorlatban.
És hogyha az ember elkezd keresni, akkor az elmúlt években rengetegen kezdtek el ezzel a témakörrel foglalkozni, tehát a speech synthesis, brain, elektrokortikografi, elektroencefalografi kombinációjából elég sok cikket össze lehet gyűjteni, de egyik sem tudta még igazán megoldani ezt a problémát. És én magam nem akartam ezzel a területen foglalkozni, csak decemberben így elkezdtem olvasni ezeket a cikkeket, és kiderült, hogy a saját kutatásom is egészen kapcsolódik ehhez. Pont egy olyan fázisban voltam, hogy egy lendület kutatási pályázatot írtam, amikor megjelent a ChatGPT, és akkor gondoltam, hogy nem is kell nekem megírni a pályázatot, hanem megkérdezem, és majd ő megmondja, hogy mi legyen a pályázatban. Tehát azt a kérdést tettem fel, hogy what is missing for a successful speech-based brain-computer interface? És ami a meglepő, hogy nagyon-nagyon durván jónak tűnő választ adott, tehát így elkezdte listázni, hogy először ilyen általános szöveget, utána viszont pontról pontra leírta azt, hogy tényleg mi kell ehhez, hogy hogyan kell az agyi jelet felismerni, milyen beszédtechnológiai ismeretek szükségesek, és hogy a végén tesztelni is kell a rendszert, meg hogy az egész működjön. És tehát abból a szempontból igaza van, hogy tényleg a cikkekben ez van leírva, csak az nem jön ki belőle, hogy ez nem működik még mindig. Tehát igazából nincs igaza ezen a területen sem, mint ahogy korábban sok más előadásban itt hallhattuk, hogy úgy tűnik, hogy nagyon meg akar minket győzni, hogy mit kell csinálni, de valójában, hogyha valaki ért az adott területhez, akkor hamar kiderül, hogy nincs igaza. Tehát például itt a szöveges leírás, hogyha valaki alaposabban átolvassa, akkor ő azt javasolja, hogy az agyi jelből először a szöveget ismerjük fel, és akkor utána a szövegből szintetizáljuk beszédet. Ez egyébként igaz, hogy ez egy lehetséges irány, de egy csomóan inkább azzal foglalkoznak, hogy ez a közvetlen brain-to-speech beszédszintézis hogyan működhet. És tehát az összességében ezek nem nagyon működnek még ezek a korábbi példák. Viszont újra olvastam ezt a Nature cikket, ami 2019-ben készült, és ők azt írták tényleg, hogyha az artikulációra, beszéd artikulációra vonatkozó információt valahogy jobban hozzá tudnánk tenni ezekhez a rendszerekhez, akkor van rá esély, hogy valami jobb ilyen beszédalapú agy-gépinterfész készüljön. És pont úgy alakult, hogy én az elmúlt 10 évben ezzel foglalkoztam, hogy a beszéd közben az artikulációt vizsgáltuk, például nyelv-ultrahang eszközzel, ami úgy működik, hogy beszéd közben az ultrahangot ide tesszük az áll alá, és akkor egy ilyen keresztmetszeti képet kapunk arról, hogy a nyelv az hogyan mozog. És eredetileg ez egy ilyen nyelvészeti indítatású kutatás volt egy eltén lévő lendület kutatócsoportban, de aztán kiderült, hogy elég sok beszédtechnológiai alkalmazása is lehet. Tehát magyarul, ahogy én elképzelem ezt a jövőbeli beszédalapú agygép interfészeket, az annyit jelent, hogy nem azt csináljuk, hogy a neurális agyi jelből közvetlenül szintetizáljuk a beszédet, tehát ami itt ez az egyenes vonal lenne, hanem valahogy hozzáveszünk az artikulációra vonatkozó információt, tehát ilyen köztes lépések keretében. Itt látható egy példa a nyelvultrahangra, amit korábban említettem, tehát ez egy ilyen keresztmetszeti kép látható a nyelvről. Itt jobb oldalon vannak a nyelvnek az első része, bal oldalon a nyelvnek a hátsó része, és ez a fehér vonal, ez a nyelvnek a felső felülete. Az a szerencsénk, hogy az emberi szövetek azok úgy vannak felépítve, hogyha ide tesszük az ultrahangot, akkor az ultrahang hullámok azok a nyelvnek a felső felületéig eljutnak, viszont a nyelvnek, mert hogy ez egy ilyen tömör izomszövet, viszont a nyelvnek a felső felülete ott levegő van, és akkor a nyelv és a levegő találkozása az jól látszik az ultrahang képen. Úgyhogy ez egy viszonylag egyszerű és olcsó technológia beszéd artikuláció vizsgálatára. A legújabb kutatásban pedig azzal kezdtünk el foglalkozni, hogy hogyan lehetne ezt tényleg valamilyen agyi jellel kombinálni. Itt egyelőre arra még nem volt lehetőség, hogy ilyen komoly intrakraniális, tehát agyba épített elektródákkal vizsgáljunk embereket, de legalább a Természettudományi Kutatóközpontban 2 épülettel arrébb EEG az rendelkezésre áll, és egy közös OTKA projektben elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy felvesszük az agyi jelet, tehát az EEG-t, és az ultrahangot is beszéd közben. Ez a sisak ez azért kell egyébként, hogy az ultrahang kép az viszonylag fix maradjon, miközben beszélünk, tehát nem mozduljon el mindenféle irányba, és hogy garantált legyen, hogy tényleg amit látunk, az ultrahang, az a nyelvnek a mozgása. Ez a felvételeknek az eredménye, tehát ez még csak tavaly ősszel kezdődött kutatás, úgyhogy egyelőre nincsen nagyon sok eredményünk, de azt sikerült elérnünk, hogy úgy fel tudtuk venni az EEG, agyi jelet, a beszédet és az ultrahangot, hogy ezek párhuzamosan szinkronizálva vannak.
És a legelső kutatás az például arra vonatkozik, hogy hogyan tudunk az EEG-ből ultrahang képet becsülni. Ez tehát ugye nem az a végső megoldás, hogy agyi jelből beszédet tudunk szintetizálni, hanem ez egy köztes lépés az agyi jelből artikulációra vonatkozó információnak a megbecsülése. És ugye középen gépi tanulás, tehát egy deep learninges hálózat van. Egyébként az eredmények szerint ez nem működik túl jól, úgyhogy a hallgatóknak is mindig azt szoktam mondani, hogy jöjjenek nyugodtan, és majd ők megoldják. Ez is ugyanarra egy példa, de ennek a részleteiben most nem megyek bele. És hát akkor még a jövőbeli tervek. Arra jöttem rá az elmúlt pár hónapban, hogy ötlet az nagyon sok van, de egyedül biztos nem fogom tudni megoldani, úgyhogy egy lendület pályázatot adtam be, ami most bírálat alatt van. De hogyha sikerül, akkor nem csak ultrahanggal fogunk foglalkozni, hanem más egyéb eszközökkel, például a beszédre vonatkozó információt lehet radarral is nézni, tehát mondjuk egy radart ide rakunk 20 centire, és abból is kaphatunk valamilyen információt a szájnak a mozgásáról, vagy van az úgynevezett elektromiográfia, amikor kis érzékelőt raknak az arcra, és az izom összehúzódást méri, illetve a Dresdai Egyetemen van egy úgynevezett optopalatográf technológia, amikor a szájpadra helyezünk érzékelőket, és azok tudják mérni a nyelvnek a mozgását fényérzékelő diódák segítségével. És persze az egészet agyi jelekkel, EEG-vel tervezzük kombinálni. Én ennyit szerettem volna elmondani ebben az előadásban. Nekem nagyon sok a kérdésem, és a következő pár évben biztos ezzel fogok foglalkozni, de hogyha valakinek van kedve és ötlete itt a szünetben, akkor szívesen beszélgetek még a témáról. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen Csapó Tamásnak az előadást, tudományos igényességű előadást. Akkor most újra kitör egy rövid szünet, egy 10 perces szünet, ami után Varga Gábor, mesterséges intelligencia és innovációs szakértő fog a lehetőségekről és veszélyekről beszélni. Őt nagyon sokan a Microsoftból ismerhetjük, illetve a FIEC fogja bemutatni a tevékenységét aktuálisan. Jó, úgyhogy 10 perc múlva várom, szeretettel vissza mindenkit. Szeretettel üdvözlök újra mindenkit itt a szünet után. Az utolsó etaphoz érkeztünk a mai ma délutáni workshopunkhoz, a távközlés és mesterséges intelligencia jegyében. És ebben az utolsó etapban, ahogy az imént említettem, kettő előadás maradt. Az első előadást Varga Gábor fogja tartani, aki a lehetőségekről és a veszélyekről fog beszélni. Gábort nagyon sokan ismerjük a Microsoftból, és onnan is, hogy kiváló innovációs szakértő és mesterséges intelligencia szakértő. Gábor, floor is yours, tiéd a szó. Köszönöm szépen. Nagyon sok mindenről beszéltünk már itt a mai napon, ami a ChatGPT-hez, vagy szélesebben fogalmazva a nagy nyelvi modellekhez kapcsolódik. Én azon gondolkoztam, hogy itt a nap vége felé mit tudok még mondani, amit eddig nem érintettünk. És arra gondoltam, hogy bár elég intenzív a diskurzus a ChatGPT-ről és társairól, de én olyan irányból próbálom ezt most megközelíteni, hogy vannak-e olyan pontok, amiket itt ma Magyarországon 2023 májusában nekünk érdemes eldönteni, amire valamilyen cselekvési tervet érdemes feltenni, és nem csak követni mindazt, ami a nagyvilágban történik, hanem saját mesterséges intelligenciától független céljainkra hogyan tudjuk használni ezt a jelenséget, amit nevezhetünk akár mesterséges intelligenciának, vagy sok minden másnak is. Én most a rövidség érdekében, ugye 15 percbe bele kell férni valahogy, csak ezt a kifejezést fogom mondani, mint MI. Egyébként azt gondolom, hogy igazuk van azoknak, akik meg szoktak fedni minket azzal kapcsolatban, hogy miért ezt a tág és rosszul definiált kifejezést használjuk arra, amire használjuk. De most az egyszerűség kedvéért én is hadd nevezzem ezt csak MI-nek, vagy mesterséges intelligenciának. Ránk hullott tehát a ChatGPT jelenség, és én azt gondolom, hogy két olyan kérdés van, amit érdemes nekünk feltennünk. Az egyik az, hogy hogyan fogjuk tudni elérni, hogy
keretek között maradjon a mesterséges intelligencia, és egy ilyen nagyhatású dolog, azt hiszem, hogy ezt megint csak nem kell nagyon taglalni, hogy ez egy nagyhatású innováció lesz, ez inkább a társadalom számára pozitív irányokba menjen el, és le tudjuk nyesegetni azokat a hatásokat, amelyek károsak lennének a társadalom számára. Én akkor leszek elégedett ezzel a kis 15 percemmel, hogyha a végére sikerül megmutatni, hogy vannak eszközök az elméleti szinteken, elvi szinteken is, és a gyakorlati szinteken, sőt, kifejezetten a termékfejlesztés, a nagyon gyakorlatias termékfejlesztés szintjén is vannak olyan eszközök, amelyekhez tudunk nyúlni annak érdekében, hogy ezt a sok-sok aggodalmat, ami teljesen jogos, azt gondolom, és én vagyok az első, aki aláírja, hogy tényleg a mesterséges intelligenciával vigyázni kell, de azt gondolom, hogy megvannak azok a kontrollpontok, aminek a segítségével, hogy ezeket jól kezeljük, akkor ezeket a negatív hatásokat le tudjuk vágni, és pozitív irányba tudjuk fejleszteni tovább a mesterséges intelligenciát. És ezt azért gondolom, mert bár igaz az, hogy ez lehet potenciálisan a legkárosabb technikai innováció az emberiség teljes történetében, és mint ilyennel még nem találkozott az emberiség, de ugyanakkor átfogalmazhatom ezt a megállapítást, és azt is elmondhatom, hogy olyannal viszont már nagyon sokszor találkoztunk az emberiség történetében, amikor egy ehhez hasonló, soha nem látott technikai innovációnak a potenciálisan negatív hatásait kellett kezelnünk. Ilyen értelemben viszont egyáltalán nem új ez a dolog, és biztos vagyok abban, hogyha most visszamennénk bármelyik nagy hatású technológiai innovációnak az idejére, akkor, amikor az éppen ugye elkezdett a gyakorlati használat berkeibe megérkezni, akkor hasonló félelmek voltak szakmai közönségben és a széles közönségben is, mint amelyekkel most szembe kell néznünk a mesterség és intelligenciával kapcsolatban. És hát hozzunk analógiákat. Ez egyik kedvencem egyébként, hogy nagyon extrém analógiákat hozok elő, emiatt aztán sokszor ezek nem is, ennek nem minden porcikája működik, de úgy gondolom, hogy sok mindenre sikerül rámutatni egy-egy jó analógiával. Az egyik kedvenc analógiám az az automobilnak a feltalálása, és nem csak a feltalálása, hanem annak a társadalmasítása. És azt láthatjuk, ha megnézzük, hogy egy messze nem technológiai kérdéssé vált az, hogy hogyan kezeljük az automobilnak a potenciálisan negatív társadalmi hatásait. Persze ennek van egy tudományos oldala, van egy műszaki oldala, hogy ne robbanjon le az autó, ne legyen kormányozhatatlan, stb. De van neki egy szabályozási oldala is, egyszerűen fogalmazva, ki kellett találni a kreszt, ugye? Ami nem egy műszaki feladat. Nem csak ki kellett találni a kreszt, de olyan nagyon mély társadalmi változásokat is, gondolkodásban is elkezdett érni változásokat, hogy az emberek elfogadják, hogy egy pohár bort nem lehet meginni azelőtt, hogy átmennék a szomszédvárosba az autómmal. Ez azt mutatja, hogy egy nagyon méreható változást és egy egész társadalmi szintű erőfeszítést hajlandóak voltunk megtenni, és szerintem egyébként, hogy ennek a kifutása egyébként pozitív, mert hogyha ezt nem tettük volna meg, akkor valamilyen formában, saját belátásunk alapján, vagy rákényszerülve, de nem lehetnének körülöttünk autók, és azzal nem csak az autós baleseteket tudtuk volna kivenni a társadalom életéből, hanem például olyan pozitív dolgokat is, mint a mentőautó. Tehát röviden fogalmazva, nyilván ezt végrehajtani nem lesz ilyen egyszerű, mint ahogy kimondom, de valahogy elvi szinten mégiscsak egyszerű a feladat, semmi más nem kell megcsinálnunk a mesterséges intelligenciával, csak ugyanazt, mint amit az elmúlt 130 évben megcsináltunk az automobilokkal. És a sok időt eltöltve a Microsoftban, én azt látom, hogy erre egész jól kezd kialakulni az eszközrendszer. Itt föltettem egy kis idézetet is. Sam Altman-tól, ugye az OpenAI-nak a vezetője, és nagyon tetszett, amikor ő arra hívta fel a figyelmet, hogy az alignment, tehát az, hogy a mesterséges intelligencia azt csinálja, ami az embereknek az érdeke, és a mesterséges intelligencia képességeinek a kifejlesztése, sokan azt gondolják, hogy ez két egymással szemben álló dolog, ez két különböző embertípus vagy csapat csinálja, és ő arra hívta fel a figyelmet, hogy ez egyáltalán nem különböző, és akkor fognak tudni jól képességeket fejleszteni ők oda át az OpenAI-nál,
hogyha foglalkoznak a mesterséges intelligencia irányba tartásával is, az alignmenttel, és fordítva is igaz, és azt gondolom, hogy ez nem is lehet másképp. És hogyha megpróbálnánk lemondani arról, hogy ilyen szakmai műhelyek bedobják a saját tudásukat abba az össztársadalmi erőfeszítésbe, aminek az a célja, hogy a mesterséges intelligencia jó irányba menjen, és jó hatásai legyenek, nem pedig rossz hatásai. Tehát, hogyha erről lemondanánk, akkor egyszerűen azt gondolom, hogy sokkal rosszabb esélyekkel indulnánk ebben a meccsben. És én azt szeretnék, abba szeretnék bízni, hogy ez egy ilyen értelemben egy mindenki jó szándékát befogadó erőfeszítés lesz. És ugye Microsoft-ban eltöltve jó pár évtizedet, tudom azt mondani, hogy ezek a cégek, ezek nem olyan egyszerűek és nem olyan szimplisztikusak, mint ahogy azt kívülről sokszor látjuk. Nagyon komplex motivációs rendszer van bennük, és ebből az is következik, hogy a komplex motivációs rendszer keretében könnyen lehet találni olyan pontokat, amikor ezeket a nagy erőforrásokkal rendelkező szervezeteket rá lehet bírni arra, hogy a mi saját adott esetben nemzeti céljaink érdekében tegyenek meg dolgokat. Ami nyilván nem egy egyszerű dolog, de nem mondjunk le erről, mert együtt sokkal könnyebben elérjük a kívánt célt. Ahhoz, hogy gyakorlatban tudjunk olyan mesterséges intelligenciát fejleszteni, illetve azt használatba venni, ami megfelel az etikai elveknek, ahhoz természetesen valahogy kodifikálni kell az etikai elveket, és én ezzel most nem is akarok foglalkozni, hiszen ez a folyamat, én azt gondolom, most már elég jól lezajlott az elmúlt 4-5 évben. Különböző szervezetek, OECD, Microsoft, Európai Unió, stb. Különböző etikai keretrendszereket fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy mit várjunk el mi, mint emberek a mesterséges intelligenciától. És a jó hír az, hogy ezeket eléggé konvergensek lettek. Tehát azt gondolom, hogy ezen az elvi szinten a feladatok már elég jól elvégezte a szakmai és tudományos közösség. Ahol viszont még nem látom azt, hogy a szakmai gondolkodásba átszivárogtak volna az eredmények, az pedig ezeknek az etikai elveknek az áttétele a gyakorlatban. Egyszerűen fogalmazva, hogyan tudjuk megmondani annak a mesterséges intelligencia doboznak vagy valaminek, hogy mit csináljon másképp annak érdekében, hogy ezek a bizonyos már jól kikristályosodott etikai elvek érvényre jussanak az ő működése során. És ezzel kapcsolatban van egy konkrét jó hírem. Én elsősorban természetesen a Microsoftnak a házatáját ismerem, hiszen ott töltöttem nagyon sok időt a karrieremből, de azt látom, hogy nagyon jól gyakorlatban is használható eszközök vannak, amelyek egyszerűen beleinjektálják az etikus működésnek valamelyik aspektusát a mesterséges intelligenciába. És ezt különböző szakmai területek kontextusában is el tudom mondani. Vannak olyan dolgok, amelyek egy ilyen szervezési jellegű eszközkészletet tartalmaznak, tehát milyen kérdéseket tegyél föl magadnak és a csapatodnak, mielőtt mesterséges intelligenciával rendelkező terméket kezdenél fejleszteni, mire kell figyelni, ez ugye egy ilyen szervezési jellegű, projektmenedzsment jellegű dolog, konkrétan amire gondolok, azt úgy hívják, hogy AI standard, responsible AI standard, és ehhez kapcsolatban még templétek is vannak, tehát aki igazából tényleg a gyakorlatias irányból közelíti meg, az kész templéteket tud letölteni a megfelelő helyről, és használhatja annak érdekében, hogy irányba tartsa az ő mesterséges intelligencia fejlesztését. És vannak ennél technikaibb eszközök is, amelyre szintén hát csak rá kell találni, később egy-két screenshotot talán mutatok is arról, hogy milyen eszközöket gyűjtöttek össze a nagy cégek konzisztensen használható módon, tehát ezeket nem kell külön levadászni, ezek egymással konzisztens módon működnek, és ilyen értelemben is segítik az öző használatba vételüket, és közvetett módon pedig a mesterséges intelligencia etikus működését. De még mielőtt ide jutunk, hogy a mesterséges intelligencia specifikus kockázatkezelő eszközöket végignéznénk, azt gondolom, talán az se haszontalan, ha megnézzük, hogy nincs esetleg már a
az eszközkészletünkben valami, amit tudunk, ismerünk, jól bevált, és egyszerűen csak alkalmazni kellene a mesterséges intelligenciára. És a tapasztalatom az, hogy egy csomó olyan kockázat, amit ugye a sajtóban, szakmai és nem szakmai sajtóban látunk a mesterséges intelligenciával, a ChatGPT-vel kapcsolatban, stb., azok már létező kockázatok, de teljesen egyszerű kutyaközönséges, mondjuk hagyományos IT, biztonsági gyakorlatok betartása mentén kezelhetőek lennének. Tehát ilyen értelemben sokszor még odáig se kell elmenni, hogy új tudást kelljen felszívni magunkba, mert egyszerűen a meglévő kiberbiztonsági vagy IT védelmi módszereket, ha alkalmazunk, akkor már egy picit előrébb jutunk, és ezek segítségével is egy csomó kockázatot tudunk kezelni. Ugye ezek közül néhány dologra hadd hívjam fel a figyelmet, kifejezetten azoknak, akik a kiberbiztonsági, IT-biztonsági irányból jönnek, szerintem nagyon hasznos olvasmány, egy olyan anyag, ami a Harvard Egyetem és a Microsoft közös együttműködésének az eredménye, ami az ő számukra jól olvasható és követhető koncepciók keresztül mutatja be, hogy mit érdemes csinálni, hogy a mesterséges intelligenciával annak érdekében, hogy különböző biztonsági kockázatokat tudjunk kezelni. És természetesen ugye ez nem azt jelenti, hogy nincsenek emmi specifikus támadási módszerek, erre is megvannak a megfelelő eszközök. Konkrétan a Microsoftnak is van egy publikációja, ami letölthető és bármelyik kedvenc keresőben megtalálható, ami ilyen best practice jelleggel elmondja, hogy mivel érdemes foglalkozni. Az imént már tettem egy említést a technikai eszközökre, amelyek segítenek irányba tartani a mesterséges intelligenciát. Konkrétan az AI, a Responsible AI Toolbox-ra gondoltam. Megint csak itt a 15 perc rövid ahhoz, hogy ezt részletesen bemutassam. Szerettem volna felvillantani, hogy irányított módon érdemes keresni az interneten ezeket az eszközöket, és egy csomó mindent, amiről esetleg azt is gondoljuk, hogy ez kezelhetetlen. Az egyik ilyen általánosan elfogadott koncepció, hogy hát a neurális hálózatban úgyse lehet belelátni, azt úgyse tudjuk megmagyarázni valójában, hogy miért úgy dönt, ahogy dönt. Erre is fel van húzva egy eszközrendszer, amelyeknek a segítségével közelebb lehet jutni ahhoz a ponthoz, hogy azt mondjuk, hogy igen, most már értem, és tudom, és merem használni ezt az adott neurális hálózatot. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy bizonyos értelemben kettős mércét alkalmazunk, és egy picit magasabbra tesszük ugye az átugrandó lécet a mesterséges intelligencia előtt, ami valahol érthető, hiszen úgy gondoljuk, hogy a gép az inherens módon ugye nem fog etikus módon működni, tehát a mi reakciónk az, hogy akkor tegyük magasabbra a lécet, és próbáljuk egy kicsit szigorúbban venni az etikai elvek betartatását, mint hogyha ugyanezt a feladatot mondjuk húsvér emberek végeznék el. És akkor belekerülhetünk olyan helyzetekbe, amikor gyakorlatilag megoldhatatlan feladatokat várunk el a mesterséges intelligenciától, és nem azért, mert a gép nem képes rá, hanem egyszerűen matematikailag lehetetlen azokat a követelményeket maradéktalanul kielégíteni, amelyeket ugye intuíció segítségével megfogalmazunk adott esetben egy mesterséges intelligencia képességgel szemben. Erről is kitűnő példákat lehet olvasni. Itt most föl is villantottam egyet. Az egyik kedvenc forrásom Cynthia Dvorak, aki egy időben a Microsoft Research-nél is dolgozott, és egyébként pedig a differential privacy tudomány területéhez járult hozzá nagyon sokkal, bizonyos értelemben ő alapította az ezzel kapcsolatos tudományos gondolkodást, és neki van egy nagyon jó példája arra, hogy könnyen megfogalmazhatunk olyan követelményeket, amik tök logikusnak tűnnek, tehát hogy a két különböző csoportra vonatkozóan a hibáknak a mennyisége az legyen ugyanaz, mert ha nem ugyanaz, akkor nyilván diszkrimináció van az egyik csoporttal szemben, és akkor könnyen belekerülhetünk olyan helyzetbe, hogy matematikailag is megoldhatatlan feladatot próbálunk megoldatni a mesterséges intelligenciával, ami azt mutatja, hogy a kettős mérce az sajnos működik, és vigyázni kell azzal, hogy ezt mikor akarjuk használni, és mikor nem érdemes. Az egyik leggyakrabban
említett probléma ugye a nagynyelvi modellekkel kapcsolatban az, hogy ki tudja, hogy ki mire használja azokat a promptokat, amiket én ugye a tudomására hozok a használatom közben annak a szolgáltatónak, akinek a gépein ugye fut az adott nagynyelvi modell. Hát itt pedig meg kicsit az a tapasztalatom, hogy érdemes elolvasni az apró betűs. Tehát sok esetben a szolgáltató nem tesz olyan ígéreteket, és nem olyan tesz olyan vállalásokat, hogy azt a bizonyos információt én nem fogom semmi másra használni, amit a kedves ügyfelem vagy felhasználom tudomásomra hozott. És ezzel azt gondolom, nincs is semmi baj, csak tudni kell, hogy mikor van ilyen védelem alatt az az információ, amit én a szolgáltatóra bízok, és mikor nincsen. Ugye az egyik tipikus dolog a klasszikus ChatGPT, ami decemberben, januárban ugye berobbant a világba. Ott semmilyen garancia nincsen. Hát nem véletlenül ingyenes is. Ugyanakkor lehet olyan szolgáltatásokat igénybe venni, ami ugyanígy ChatGPT vagy valamelyik nagy nyelvi modellnek a képességeit hordozza, és ott viszont már el van választva az internettől ez a funkció. Nyilván a tréning adat az annak idején az internetről jött, tehát ilyen értelemben nincs elválasztva, de azok az információk, amelyek a szolgáltató tudomására jutnak, miközben valaki használja ezt az adott nagy nyelvi modellt, arra vonatkozik a szolgáltatónak az a vállalása és garanciája, hogy ő semmi másra nem fogja használni, még a saját termékeinek a fejlesztésére sem, csak az adott ügyfél érdekében lesz felhasználva ez a történet. Ugye kicsit az elmúlt mondjuk 10-20 év internet története során beleívódott talán a gondolkodásunk abba az, hogy hát ez nem így van az interneten, mert ott ugye az adatok azok korlátlanul, ha valaki tudomására jutnak, akkor ő azt használni fogja. Van ilyen internet is, de van egy ilyen nem konzumer, hanem vállalati vagy intézményi bizalmi modell, vagy biztonsági modell, amely viszont védi az adatokat akkor is, hogyha azok eljutottak az adott szolgáltatónak a szerveréhez. És egy klasszikus példa ugye a macska a mikrosütőben, szerintem ez egy nagyon jó analógia ide, megint egy kicsit extrém ugyan, de hát arról van szó, hogy a macskát tök jól lehet szállítani a mikrosütőben, csak nem érdemes, mert szegény elpusztul, és hát ezt valaki nem tudta, betette, és hát csak annyit kellett volna csinálnia, hogy értse az adott technikai eszköz használatának a határait, és azt gondolom, hogy ugyanezt kell csinálni nekünk is sok esetben ChatGPT-vel. Értsük meg, hogy mit várhatunk el tőle, értsük meg, hogy milyen biztonsági garanciákat tesz az adott szolgáltató, és milyeneket nem tesz a tőlünk hozzájutó információk tekintetében, és akkor már is sokkal kevesebb kellemetlen pillanatot szerzünk az adott szolgáltatás használata során. Túl is lépek, mert azt gondolom, hogy elég erősen fogy az időm. Ez az a bizonyos Responsible AI Standard, amire már utaltam, tehát ez a nem technikai, hanem a szervezési oldalon egy nagyon jól használható gyakorlatilag eszközrendszer, milyen kérdéseket érdemes föltenni, hogyan érdemes a válaszokat feldolgozni, szerintem ez egyik kulcsa annak, hogy irányba tudjuk tartani, és korlátok között tudjuk tartani a mesterséges intelligenciának a használatát. Egy másik eszközre, ami viszont egy technikai eszköz, szeretném még jobban felhívni a figyelmet, és ígérem, hogy ez már az egyik legutolsó szlájdom, a confidential computing, ami azt gondolom, hogy egy elég erősen alult használt technikai eszköz, annak érdekében, amivel egy csomó olyan ponton tudnánk védeni az adatainkat, ahol ezek enélkül, a confidential computing koncepció nélkül egyszerűen nincsen esélyünk védeni ezeket az adatokat. Röviden elmondva, ugye ennek az a célja, hogy használat közben is kriptográfiai védelemben részesüljenek ezek az adatok. Ugye a kriptográfiai védelem az teljesen általános és közönséges dologgá vált. Egyszerűen csak a HTTP után be kell írni a kis S betűt, és akkor ettől a mozgásban lévő adatok, miközben az én böngészőmtől a webszerverig megy, kriptográfiai védelemben fognak részesülni. Tehát ez egy teljesen jó bevett dolog. Egészen odáig, amíg nem kell feldolgozni azokat az adatokat, mert akkor ki kell titkosítani, és akkor ugye mindenféle kérdések felvetülnek, hogy akkor ki mit csinál azokkal az adatokkal, amiket ott valahol nem nálam kititkosítottak. No, a confidential computing bizalmi számítás neki a pont ezt célozza, hogy akkor is ennek a kriptográfiai védelemnek az ernyője alatt maradjanak az adatok,
amikor valamilyen processzálás történik rajtuk. A közelmúltig ezt csak mondjuk nem GPU-s jellegű feldolgozásokra vonatkozóan lehetett megcsinálni, hogy mondjuk abban a világban, tehát a hagyományos, mondjuk Intel vagy AMD processzoros világban már azért jó pár éve létezik ez a confidential computing, de a közelmúltban láthattunk egy bejelentést arról, hogy az Nvidia és a Microsoft együttműködésének köszönhető módon ez a bizonyos védőernyő, az adatok védett, enkriptált és kriptográfiai biztosítékokkal alátámasztott módon való védelme, ez akkor is működik, amikor éppen a GPU-ban csinálok valamit, például modellt akarok tanítani, vagy valamilyen következtetést akarok levonni. Én azt gondolom, ez egy hatalmas nagy lehetőség annak érdekében, hogy irányba tartsuk a mesterséges intelligenciát, hiszen az ezzel járó kockázatoknak egy jelentős része az valamilyen adatvédelmi kockázat. Ez a megközelítés, ez a mechanizmus, ez a technikai képesség pedig képes védeni akkor is az adatokat, még a szolgáltató munkatársától is, ez nagyon fontos, még a szolgáltató munkatársától is, amikor feldolgozás alatt vannak ezek az adatok, és gyakorlatilag elég jól halad ez a történet már a kereskedelmi szolgáltatás irányába való úton. A másik kérdés, amit még szerettem volna itt feltenni, és akkor ígérem, hogy ezen már csak úgy át fogok siklani, bár nagyon izgalmas. Ugye azzal kezdtem, hogy gyakorlatias kérdéseket, és arra néhány választ szeretnék hozni ebben a 15 percben, hogy hogyan vehetünk részt ebben az ökoszisztémában. Látszik, hogy forra világ, mindenki a nyelvi modellekkel foglalkozik. És erre is hadd legyen néhány ötletem. Van néhány olyan ötlet, ami úgy intuitív módon olyan logikusnak tűnik, és nem biztos, hogy oda kell összpontosítani a szellemi kapacitásainkat. Ugye extrém méretű infrastruktúra kell ezekhez a nagynyelvi modellekhez. Én azt gondolom, hogy nem az infrastruktúrában lesz a fogópont. Kicsit ez olyan, mint amikor az 50-es években a vas és az acél országa szerettünk volna lenni, és az akkoriban ez egy logikus gondolkodás volt, hiszen azt látták a közelmúltbeli háborúk alapján, hogy akinek volt ugye vas ipara, az előnyben volt a versengésben más országokkal szemben. Én azt gondolom, hogy itt sokkal inkább a tudás manapság 2023-ban, ami meghatározza, hogy sikeresek leszünk-e a többi kihívóval szemben, és mivel ezek az infrastruktúrák, amikre szükség van sajnos ez a helyzet, ezek egyre nagyobbak, nagy országok, talán még a harmadik és a negyedik legnagyobb ország is túl kicsi ahhoz, hogy elég nagy infrastruktúrát alakítson ki annak érdekében, hogy igazából worldwide szinten tudja megcsinálni ezeket a szolgáltatásokat, hát még akkor a magyar gazdaság, ami körülbelül ugye 2000-lék az egész világnak. Tehát azt gondolom, hogy nem az infrastruktúra környékére kell nekünk az energiáinkat tenni. Viszont itt van a prompt engineering, amit egyáltalán nem sajnálnék le. Én azt gondolom, hogy a prompt engineering, ugye a panel beszélgetésben már hallottunk róla néhány szót, hatalmas nagy értékteremtő lehetőség van ebben, gyakorlatilag a jövő programozási nyelvéként is nevezhetjük. Szerencsére a továbbtanítás, ugye a fine-tuning az egy nagyon alapvető képessége a mesterséges intelligenciának, azt is látjuk, hogy hogyan lehet továbbtanítható nagy nyelvi modelleket létrehozni, most már kereskedelmi jellegű szolgáltatásokon belül is, illetve hát az korábbi előadásokon is látszott, hogy ezt az utat is a Nyelvtudományi Kutatóközpont például járni fogja, és továbbtanulás segítségével is magyar nyelvi képességgel fogja felruházni a különböző mesterséges intelligencia eszközöket. Illetve az optimalizált pipeline, amire egy példát szeretnék hozni, ezt át is ugrom, mert azt gondolom, hogy erről már meséltem. És azt hiszem, hogy egy korábbi előadásban szintén lehetett már látni azt, hogy milyen pipeline-on felépítésével lehet elérni majd ugye a következő nagy nyelvi modellt, ami a magyar nyelvet is megfelelőképpen még jobban fogja tudni kiszolgálni, mert azt gondolom egyébként, hogy maga a ChatGPT is meglepően jól tud magyarul. És erre a Microsoftnak is van egyébként egy megfelelő módszere. Gyakorlatilag itt lecsupaszítva arról van szó, hogy azt a fajta mesterséges intelligencia létrehozási módszert, ugye amiről itt szintén a Bálint már beszélt többet, tehát a reinforcement learning with human feedback, ezt létrehozta egy eszközrendszer keretében a Microsoft, optimalizálva, és ennek segítségével sokkal egyszerűbb lehet
egyszerűbben lehet újra végigcsinálni, most kis túlzással fogalmazom persze, mindazt, amit az OpenAI végigcsinált, akkor, amikor ki létrehozta az InstructGPT-t, vagy a 3 és 5-ös, vagy a 4.0-as GPT-t. Kereskedelmi módon elérhető, nagyon sokat segít a programozói, vagy a mesterséges intelligencia fejlesztői tevékenységben, egy csomó optimalizáció van benne, sokkal kevesebb processzoridőre lesz szükség, amennyiben ezeket az optimalizációkat használjuk. Deep Speech-et a neve. És hát akkor összefoglalásként köszönöm a figyelmet. Én abba bízom, hogy ha ez egy ilyen összefogás lesz, amiben ott van az akadémiai szféra, ott van a versenyszféra, ott van a kormányzat is. Ez a három aktor, én azt gondolom, hogy külön-külön nem tudja elérni azt a helyzetet, hogy a mesterséges intelligencia társadalmilag hasznos hozadékai túlsúlyba kerülnek a társadalmilag káros hozatékaival, de hogyha lesz egy nyílt együttműködés ezen három aktor között, akadémiai szféra, kormányzat és a versenyszféra, akkor azt gondolom, hogy össze tudjuk tenni azokat a kompetenciákat, aminek a segítségével meg tudjuk csinálni mindazt, amit megcsináltunk a gőzgépnél, az elektromosságnál, az automobilnál, vagy akár a kerék feltalálásánál. Úgy is mondhatnám, hogy a kereket már kezdjük feltalálni, találjuk fel közösen a féket. És hogyha a féket is feltaláltuk, akkor lesz igazából hasznos a kerék, és én azt látom, hogy erre megvannak az eszközök, és szívesen hívok fel bárkit egy ilyen célú együttműködésre. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen Varga Gábornak az előadást, és akkor az utolsó előadásunkra kanyarodunk rá. Itt megpróbálom előhozni. Borbély Viktor a FIEC innovációs tanácsadója, aki a innovációs és hasznosításról fog beszélni. Még mielőtt átadnám Viktornak a szót, azt hadd mondjam el, hogy ez a rendezvény, kérdezik, hogy fú, mennyi energiát tettünk ennek a rendezésébe. Hát megmondom, meglepően keveset. Tehát, hogy igazából elég természetes volt, mindenki, akit megkértünk, hogy jöjjön, azonnal szívesen jött, a BME-re, Vikre mindenki szívesen jön erről a témáról eszmét cserélni. Úgyhogy ez valahogy így természetesen a mi témánk, távközlés és mesterséges intelligencia. Kérte dékán úr, hogy ne célozgassak arra, hogy ez lesz a tanszék nevünk, de hát én most engedjétek meg, már ő nincs itt. Remélem nem nézi vissza. És lesznek következő előadásaink, rendezvényeink. Egy hónap múlva, június elején rendezünk a nagy közönségnek egy olyan dolgot, hogy mégis mire való ez, hogyan tudjuk használni. Tehát akik nem annyira használták, csak szeretnék használni a ChatGPT-t, hogyan tudják használni, tehát van egy ilyen társadalmi szerepvállalásunk is. Ez júniusban lesz, majd szeptemberben újból visszatérünk. Két dologgal fogunk szeptemberben visszatérni, ennek a távközlés és mesterséges intelligencia rendezvénynek a folytatásával, és lesz egy szabadon választható tárgyunk prompt engineering témában informatikusoknak, villamosmérnököknek. Úgyhogy ezzel adom át a szót Borbély Viktornak, tessék. Nekem jó. Köszönöm szépen a meghívást. Borbély Viktor vagyok, a gazdaságtudományi karon vagyok uradó, és a FIEC-nél vagyok innovációs tanácsadó. 30-nál több éve vagyok vállalkozó, 20 éve piackutató, úgyhogy rengeteg számot tudnék itt felsorolni. A lényeg, hogy az utóbbi 10 évben folyamatosan startupokkal foglalkozom, és főképp egyetemközeli startupokkal, innovációkkal. Ennek kapcsán elsősorban olyan tantárgyakat tanítok, amik az innovációra alapozott vállalkozás indítással, vállalkozás működtetéssel foglalkoznak, az alapszakoktól egészen az MBA képzésig. A mai nap arról célszerű beszélünk igazából, hogy az egyetem életében a mesterséges intelligencia milyen módon tölthet be szerepet. Nézzük meg, hogy a FIEC-nél, és akkor mindjárt mondok erről is néhány szót, hogyan és milyen módon foglalkozunk a mesterséges intelligenciával.
Azoknak, akik nem az egyetem belső struktúrájából érkeztek ide a konferenciára, érdemes néhány szót szólnom a fiekkel kapcsolatban. Ott a szélső rollapoknál lehet látni, egy kicsit más volt még a logónk korábban. A felső oktatási ipari együttműködési központ volt igazából a nevünk, és a célunk az volt, hogy a műszaki egyetemnek a legendása jó ipari és nagyvállalati kapcsolatait a lehetőségekhez képest a legjobban kihasználjuk. Ez jellemzően azt jelentette, hogy probléma megoldóként megtaláltak bennünket, az egyetemet, az ipar képviselői, és a fiek dolga az volt, hogy ezeket a kapcsolatokat szerződéses formába terelje, és ezeket a kapcsolatokat életben tartsa és működtesse. Az év elején jelentős változások történtek az egyetemen, ez a fieket is érintette, megmaradta a nevünk, fiek maradt a nevünk, de a betű szó most már kicsit más jelent, már nem felsőoktatási ipari együttműködési központ vagyunk, hanem innováció menedzsment és együttműködési központ, ami jelzi, hogy a tevékenységünk fókusza némileg megváltozott. Van egy szép kis fa ábránk, ami picit a múltról szól, de azért már jeleztem az ábrán, hogy hol van a jövő. A fiek tevékenysége nagyon szerteágazó volt az elmúlt években. Az egyik legjelentősebb és legerősebb ága ennek a fának tulajdonképpen a pályázatírás volt. Nagyon sikeres pályázó a Műszaki Egyetem. És két olyan ág, ami a jobb oldalról a második és a harmadik ág, a iparjogvédelem, tudástranszfer, illetve a startup csapatok inkubációja. Ez volt az a két olyan tevékenység, ami igen jelentős sikereket hozott a fieknek. A megváltozott szerepünk, az innováció menedzsmenttel kapcsolatos megváltozott igények miatt ezt a két ágat összefontuk, összegyúrtuk igazából, és ebből született egy új szervezet, a BME AS. Ezt talán látható a logóban, hogy egy ilyen vicces, kapcsos, zárójeles, köbös formában mutatjuk meg. El fogom mesélni, hogy igazából miért is tesszük ezt így. Mi a különbség most a BME AS és a korábbi Z10, illetve Bridge iroda működésben? A Bridge iroda, ahogy mondtam, a tudástranszferért felelt és az iparjogvédelemért, a Z10 pedig startup csapatokat inkubált. Talán ti is hallottátok, ismeritek néhány ilyen startup csapatnak a nevét, vagy amivel foglalkoznak. Olyan csapatokat inkubált a Z10, mint az újrahasznosítható sprével foglalkozó Rispré nevű csapatot. Most, ha minden igaz, a valamelyik ilyen nagy cégnél a hagyományos spréket lehet újratölthetőre cserélni az ő találmányukkal, de van elektromos rollerrel foglalkozó startup, van fázisváltóanyagokon keresztül energiatárolással foglalkozó startup, tehát sok-sok olyan területen tevékenykedett az Z10 inkubátor, ahol a startupoknak szüksége volt segítségre. Volt azonban egy hiányosság, amit ha vigyázó szemünket nyugatra vetjük, ahol a startup világ és az innováció azért még mindig sokkal előrébb tart, mint Magyarországon, akkor azt látjuk, hogy az egyetemek jelentős bevételre tesznek szert azon keresztül, hogy saját rész vagy teljes tulajdonú innovációra alapozott cégeket hoznak létre. Ezek ugye a spin-offok. A műegyetem is az utóbbi másfél évben jelentős energiákat ölt abba, hogy végre saját BME spin-offok induljanak el. Én ezeknek a születésénél az elmúlt másfél évben elég sokat bábáskodtam. Két olyan spin-off van ugrásra készen gyakorlatilag a megalapítás küszöbén, amelyik a közlekedési karhoz köthető, és másik 3-4 spin-off létrehozásán pedig már dolgozunk. Ahhoz, hogy ezeket a cégeket létre tudjuk hozni, ahhoz, hogy ezek a cégek piacra tudjanak lépni a termékükkel, ahhoz, hogy ezek a cégek értéket tudjanak teremteni a tulajdonosaik számára, ezek ugye részben a feltalálók, részben pedig az egyetem mint intézmény, ahhoz egy kicsit másfajta gondolkodásmódot kell bevinni ebbe a rendszerbe. A Z10 mint inkubátor elsősorban startupokkal foglalkozott. A startupokról ugye azt lehet tudni, hogy
jellemzően már technológiai szempontból kicsit érettebb technológiákra alapozva akarnak viszonylag gyorsan valamilyen terméket fejleszteni. Nem tudom, hogy mennyire mond nektek ez a Technology Readiness Level kifejezés valamit. Ugye 1-től 9-ig szokás megkülönböztetni a különböző fázisokat, érettségi fázisokat. Az egyes szint az körülbelül a heuréka, amikor kipattan az ember fejéből a gondolat. A 9-es fázis az, amikor piacra lehet lépni egy olyan termékkel, ami ezt a technológiát, amit kitalált valaki ott a heurékánál, már kifejlesztettek. Na most a startupok jellemzően valahol ott a TRL 6-7 környékén tudnak elindulni, tehát akkor, amikor már van egy olyan kipróbált szintje egy technológiának, hogy a laboron kívül a hétköznapi élet során is lehet őket használni. Viszont az egyetemi innovációkra nem ez a jellemző. Az egyetemi innovációkra az a jellemző, hogy valahol ott az egyes környékén indulnak el, és a jelentős részükről az egyetemi hallgatók, az egyetemi kutatók, az egyetemi polgárok akkor kezdenek el publikálni, amikor TRL 3, 4, 5-ös szinten vannak ezek a találmányok. Feltett célunk az a BMEASZ-nál, hogy nagyon tudatosan elkezdjük figyelni ezeket a találmányokat, ezeket az innovációkat, és azokat, amelyeken látszódik, hogy van lehetőség ipari és üzleti felhasználásra, tehát ahol van értelme olyan módon céget alapítani, hogy az a cég a termékkel piacra tudjon később lépni, és az egyetem és a feltalálók számára értelmezhető módon hasznot termeljen, azokat az innovációkat minél hamarabb kezdjük el támogatni. Tehát ez a fajta üzletfejlesztési szemlélet az, ami most a BMEASZ-t megkülönbözteti a korábbi Bridge Iroda és Z10 működésétől. Mit jelent igazából ez az ASZ meg ez a kapcsolós zárójelben a harmadik hatvány? Három szót foglaltunk össze a névben, a spin-offot, a startupot és a startup stúdiót. Ez három különböző modell, amiből talán a startup az, ami leginkább buzzwordé vált, ugye ezt véletlenül majdnem mindenki, aki a teremben itt ül, ismeri. Ez ugye azt jelenti, hogy valamilyen olyan ötletre alapozva hozunk létre céget, amelyben ott van a potenciál egy gyors növekedésre. És nagyon gyakran az igazi értéket nem is a találmány vagy az innováció jelenti, hanem az a hatalmas növekedés, amit a vállalkozás rövid idő alatt létre tud hozni. És a piac aztán ezt árazza be, azt, hogy milyen gyorsan, mekkora tömegek tudják használni a terméket. Maradva az AI példájánál, ugye mostanában nem tudom, hogy itt a konferencián sem, most nem tudtam itt lenni az első részén, fölbukkant-e ez az ábra, de ha nem, akkor visszautalok rá, valószínűleg sokan láttátok. Mennyi idő alatt jutott el mondjuk az Instagram 1 millió felhasználóig, és mennyi idő alatt jutott el mondjuk a ChatGPT 1 millió felhasználóig. Nagyságrendileg rövidebb időre volt szüksége az egyiknek évekre, a másiknak pedig gyakorlatilag egy hónapra. Tehát a startupok témája nem kérdés, az egyetem tele van olyan fiatalokkal, akiknek vannak ötleteik, és akik az ötleteiket szeretnék kidolgozni, és szeretnének ebből vállalkozást indítani. Egy picit kevésbé ismert talán, de azért fontos beszélnünk a spin-offokról. A spin-offok azok a vállalkozások, amiket mi fókuszba helyeztünk, tehát ahol az egyetem, mint tulajdonos társ meg tud jelenni, és ahol azt az innovációt, amit az egyetemi berkekben kifejlesztett a kutatócsapat, ott esetben pályázati pénzekből, vagy ipari együttműködés során, azokra alapozva céget lehet létrehozni itt. Egy fontos szempont, hogy nem az a cél, hogy minél hamarabb megváljunk ettől a vállalkozástól. Ugye a startupoknál nagyon gyakori, hogy a startupperek, úgy szokták mondani, divatos szó, vagy exitre játszanak, tehát arra, hogy lehetőségekhez képest a megfelelő pillanatban eladják a vállalkozást, és az igazi értéket számukra azt fogja teremteni, amikor eladják a céget, és befolyik az ellenértéke a cégnek. A spin-offok esetében nem feltétlenül ez a célunk, az a célunk, hogy ha lehet, akkor minél nagyobbra, minél sikeresebbre fejlesszük ezeket a vállalkozásokat, hogy működőképesek is maradjanak, piaci szereplőkké váljanak. És a harmadik modell, ami nagyon fontos, amiről viszonylag keveset tudhat bárki is, az a startup vagy startup stúdió modell. Itt az a lényeg, hogy akár külső, akár egyetemen született ötletek esetében nagyon gyakran találkozunk olyan problémával, hogy a startuppernek vagy a feltalálónak, itt is kettővel előttem pont elhangzott egy ilyen mondat, hogy
rádöbben a feltaláló, az innovátor, hogy csapatra van szüksége. Nagyon gyakori az, hogy a kockázati tőkések, vagy akár a piac is valójában nem az ötletet árazza be, hanem azt a csapatot, akin látszódik, hogy képes lesz az adott ötletet, az adott innovációt sikerre vinni. Tehát a csapat elképesztően fontos. A startup stúdió modellnek a lényege az, hogy azok az ötletgazdák, azok a feltalálók, akik megkeresnek bennünket a FIEC-nél, a BMEAS-nál, azzal a problémával, hogy ők egyedül vannak, vagy azzal a problémával, hogy kitaláltak valami remek dolgot, de pontosan tudják magukról, hogy nincsen meg az üzleti szemlélet a gondolkodásukban, tehát tisztában vannak azzal, hogy nem lesznek képesek vállalkozást építeni az ötletből, de kár lenne veszni, hagyni. Azokat a feltalálókat, innovátorokat, ötletgazdákat azzal is tudjuk segíteni, hogy komplett csapatot építünk köré. Tehát kiválasztjuk azokat a lehetséges szereplőket, személyeket, akik akár műszaki szempontból, akár a vállalkozásépítési és működtetési szempontból fontosak lehetnek. Hosszú mondókámnak és bevezetőmnek egy rövid csattanó a vége. Hogyan kapcsolódunk mi a BMEAS-nál a mesterséges intelligenciához? Van egy ilyen klasszikus vicc ugye Móriczkáról, hogy megkérdezik otthon, hogy mi volt az iskolában, amikor hittanórán volt, miről volt szó, és akkor azt mondja Móriczka kicsit olyan lógó orra, hogy hát a bűnről volt szó. Na és mit mondtak? Hát ellenezték. Na, hát az a jó hírem, hogy a BMEAS-nál mi is nagyon sokat beszélünk a mesterséges intelligenciáról, de mi nem ellenezzük, mi támogatjuk. Úgyhogy ennek jegyében a következő másfél hónapban, két hónapban három olyan esemény is lesz, ami így vagy úgy közvetve vagy közvetlenül kapcsolódik a mesterséges intelligenciához. Az első, amiről érdemes beszélnünk, a Business Express program. Ez egy üzletfejlesztési kurzus tulajdonképpen, erre még néhány napig lehet jelentkezni. Ezt két kollégámmal én tartom, munkaidő után egy héten három alkalom lesz. 5-éig tudtok még jelentkezni, rá ez 9-én fog indulni. Itt tulajdonképpen az ötletfázis, vagy a korai fázisú startupokat, vagy akár azokat a feltalálókat, innovátorokat várjuk, akik úgy gondolják, hogy érdemes lenne a találmányukból üzletet fejleszteni. A program része az, hogy végigvesszük azokat az ötletmodellezési technikákat, amellyel fel lehet mérni azt, hogy körülbelül mire van szükség ahhoz, hogy sikerre vigyük a vállalkozási ötletünket, milyen csapatra van szükségünk, mennyi pénzre, és ami az egyik legfontosabb, az én gumicicám, hogy azokat a fontos eszközöket is végigvesszük, ahogyan korai fázisban ellenőriznünk kell azt, hogy létezik-e egyáltalán a piacunk, és a piacon várható-e, hogy pozitívan reagálnak az ötletünkre. Valamint, hogy persze a pozitív reagálás, mert hajlandóak-e pénzt adni érte, mert ez az egyik legfontosabb szempont. Tehát ötletünk fit and sexy and money maker-e. Nagyon fontos, nagyon-nagyon sok startup azért áll földbe, mert fit és sexy, tehát passzol az igényekhez, szívesen is használják, csak éppen pénzt nem adnának érte. Mi ezen fogunk változtatni ezzel a kurzussal. Tehát aki erre a kurzusra eljön, azzal kapcsolatban is fog kapni kapaszkodókat, hogyan tudja megvizsgálni azt, hogy az ötlete, az szükség van-e rá a piacon, és hogy hajlandóak-e pénzt adni érte. A második ilyen programunk, illetve a második ilyen eseményünk egy mesterséges intelligencia pitch verseny. Ugye a startup világnak, spin-off világnak az egyik legfontosabb mindennapi interakciós, ilyen szituatív eleme a pitchelés. Az, hogy ha te startupper vagy, akkor neked el kell tudnod mondani egy percben, vagy három percben, vagy öt percben a rendelkezésedre álló időkereteken belül azt, hogy mivel foglalkozol. Ha álmodban felkeltenek, akkor is. A pitch tehát egy nagyon-nagyon fontos eszköz, amit érdemes megtanulni, használni. Ezért szervezünk egy pitch versenyt. Most kifejezetten a mesterséges intelligencia témájában. Ide egészen korai fázisú, ilyen wishful kategóriájú pitchekkel is el lehet jönni, bárcsak a mesterséges intelligencia ezt és ezt meg tudná oldani holnap után. Egészen odáig, hogy aki már foglalkozik és terméket fejleszt a mesterséges intelligencia világán belül, ő is elmondhatja a pitchét.
El fog indulni jövő héten, bocsánat, most már ezen a héten a kampánya ennek az eseménynek, tehát figyeljétek majd, ha majd már nem lesz feltörve a Neptun, akkor ki fog menni Neptunos levélben is, meg lesznek külső Facebookos és LinkedIn-es kampány is lesz az eseménnyel kapcsolatban, mindenképpen gyertek el. Nem titkolt vágyunk egyébként, hogy a Business Express programban résztvevő csapatok is, akik között elég sokan vannak, akik jelentkeztek és AI-jal foglalkoznak, hogy ők is jöjjenek el erre a bizonyos pitch versenyre. És ez a pitch verseny, az utolsó pont, ez egyfajta ilyen felvezető eseménye lesz az innovációs napoknak, ami most június 8-án és 9-én lesz. Ott lesz egy olyan blokk, ezen a kétnapos eseményen, ahol azok a csapatok mondhatják el a pitchüket, akik a részben a pitch versenyen jó eredményt értek el, részben a Business Express programban úgy láttuk, hogy van értelme, hogy megmutassák magukat az iparnak, a nagyvállalati szereplőknek és a befektetőknek. Tehát ez a három az az esemény, amire mindannyiótokat nagyon nagy szeretettel várunk. Keressétek, megnézzétek meg a BME ASZ-nak a honlapját. Most még viszonylag kevés információ van rajta, mert nem régen tudtuk elindítani. A aldoménként az ASZ-3-at kell beírni a BME elé, és akkor el tudjátok olvasni, meg tudjátok nézni, hogy körülbelül milyen esemény sor vár ránk és rátok, remélem, a következő másfél hónapban. Köszönöm szépen a figyelmet! Köszönjük szépen, Viktor, a bemutatót és az áttekintést, és akkor ezzel az előadással be is zárul most a távközlés és mesterséges intelligencia rendezvénysorozat harmadik eleme. Nagyon szépen köszönöm az előadóinknak, nagyon szépen köszönöm a kerekasztal beszélgetőinknek, nagyon szépen köszönöm a résztvevőknek, hogy ilyen sokáig kitartottak, és érdeklődően figyeltek, és pezsgő beszélgetéseket folytattak a szünetekben. Folytassuk ezt tovább, jó? Találkozunk hamarosan. Viszlát!